Na, hello, hello, sziasztok, üdv mindenkinek újra. Szia Jani, szia Kecske Vlog, Majka, Alex, Fehér Elefánt és Titus, üdv újra mindenkinek. Na hát akkor Farming Simulator lesz, a tegnapi mapon fogunk játszani, és csinálni fogunk egy kis dízelt. Legalábbis az előzetes tervek alapján jó pár liter, Titusnak köszönöm a hoztolást, jó pár liter dízelre szükségünk lesz a gyárakhoz. Úgyhogy jövök is Discordra. Server is. Na, hello, hello. Csak az én PC-m. Hello. Szia, Karol. Na, végre jó az hello. MS30. Hello. Hát 40-60 között mozog. Most 30, max 40. Tegnap nem tudom, mi volt egyébként. Végre normális, jó van. Na, hát még ez mindig nem szinkronizált, de azt nézem, hogy akkor gondolom recét kéne vetni valahova, hogy legyen az üzemanyaggyárba. És azt nézem. Szerintem igen. Igen, csak melyik földre? Valami nagyra. Nem is tudom, melyiket szántottam, Majka. 25-öst, ahogy néztem. Először is megkeresem a trakeszom. A jó öreg magnumot. A 25-öst folytatom a gépével, mert látom, hogy Oké. És azt nézem, hogy az meg van egyszer trágyázva, úgyhogy legalábbis most úgy mutatja. Szerintem megszórták a fiúk előtte. Valószínűleg. Én is úgy látom a földön. Na, itt a trakesz. Tegnap MS túltengésen volt, lehet? Lehet, hogy így volt, de ma végre normalizálódott a helyzet. Egyébként annyira nem vicces 100 MS-sel játszani folyamatosan, mert tényleg összeszalaggoltam magam, úgyhogy... Szia, papa, Maci, hello! A föld is azt írja, hogy 50% gondrágyázott, úgyhogy egyszer már kész. Ja, egyszer kész, ha jó van, akkor zsír. Megyek akkor a vetőgéppel, és akkor repce. Hoppá, hoppá! Karon 1, hello, Karon 1, hello, Karon 1, MTZ. Pongó, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 200-as csírt, köszi szépen. Na, gyerekek. Pongó már 600 fölött van a hónapban. Jövő hét szombaton lesz elvileg, ha minden jól megy a szubaton majd. Úgyhogy akkor kicsit hosszabb stream lesz, bár mondjuk, ha összeadjuk a mait, ugye volt egy 4 órás, meg most egy 3 órás, akkor azért az is egy 7 órásra kijön. És holnap is lesz reggel egy 10-től, nem tudom, hogy délig vagy egyig, mert úgy szeretném csinálni, hogy a volt az ugye reggel legyen egy olyan 2-3 óra, de délután olyan 3 körül el szeretném kezdeni a World of Warcraftot újra, mert szeretném most már holnap 60-ra behúzni a karit, tehát addig lesz holnap este a WoW stream, ameddig meg nem lépen a 60-as szintet. Úgyhogy szia Lionel, hello hello! Szia Tibi! Mert aztán onnan kezdődik csak igazán a játék, ugye a repuk húzása, meg a gír szerzés, meg instázás, stb. Úgyhogy most még csak a karaktert húzom. És Lászlónak köszönöm szépen a 17. havi előfizetést. Köszi szépen, László. Az igen, 17 hónap. Nem semmi. Jobban van ez az Alpine Farming DLC. Az lehet. Az lehet, hogy benn van. Nincs neked, meg Antti. Na, még nincs. Majd mindjárt ránézek akkor. Benn van a kis Cabrio Bührer, hát ha Habci úgy dönt, hogy száguldozni akar, hogy lobogjon a haja.
Szia László! Hát igen. De majd, ha a 9-es földet, akkor egy három fejesekével. 9-es, atyagatya. 9-es föld, az 80 hektár, hallod? Jézusom, azt föl akarod? Hát, de mire jöttök este, addigra valahol fogok tartani. Figyelj, szerintem, ha az egész éjszakára berakod a segítővel, akkor sem, reggelre se fogja felszálltani az akkora. Mondasz valamit, ezt lehet szingülbe kipróbálom, hogy a segítőnek meddig tart. Szerintem egész éjszaka szántat lehet, hogy akkor se fejezi be. Oké, András, na megint frissítesz, de legalább nem a játék közben, hanem most előre frissítsi, azaz. Majka nem fejezte be a szántást senki, a Tibi folytatja a szántást, én meg elkezdem a vetést. Szia Balázs, hello, hello. Szia Dark Soul. Na, Dark Soul. Dark Soul 275. Na, úgyhogy akkor már a repce vetődik is bele, meg majd a gyom is ugrik kifele a földből, úgyhogy majd a gyomírtást is meg kell csinálni. De most egyelőre szépen kezd setétedni, mert ugye 4-80 a játékban, úgyhogy majd arra is figyelni kell, hogyha itt kész a vetés, akkor lehet, hogy megtekerjük, hogy ne icaka kelljen dolgozni. Nem, egyébként szerintem Andrásnak valami ilyen fejlesztői Windows-ja van, mert neki tízszer annyi frissítés a Windowshoz, mint az átlag embereknek, úgyhogy tudja, hogy neki valami másfajta verzió van. Én nem is tudom nekem utoljára, mikor frissített. Most frissített le a Windows egyébként, csak még nem indítottam újra, hogy frissítsen. Ja, azt nem. Nem, én most indítottam újra minden streamert, újra szoktam indítani a gépet, hogy frissen menjen, de nem kért frissítést. Szia Balázs, hello, hello. Általában hagyom frissíteni, valami mindig elromlik, úgyhogy most még nem hagytam neki. Szia Levike. Igen, egyébként pont azt akartam mondani, és inkább nem minden egyes szedek le, hanem mit tudom én, várok vele, aztán majd. Mert hangot elállítja, ilyen drivert, a kamerát elállítja, OBS-t elállítja. Csomó mindent elállít, és nem vicces. Na, Lászlónak is 3 hete nem frissített, tessék. Hány ez szám? A Season Pass DLC, vagy ez is bent van, amúgy. A Season... Csak az Alpine van szerintem. Csak az a Season Pass szerintem az az, hogy az összes benne van, nem? Vagy az nem az? Tehát az ilyen minden DLC egyben, vagy valami hasonló. Csak az Alpine van bent, az az új, azt vettük meg. Más nincs. Oké. De azt meg egyébként is megéri, mert nagyon jó az a mapja szerintem, úgyhogy... Azon a mapon sokan játszanak, mert az jó lett. De nem menj előre, hanem hátra. És most nem azért mondom, Anti, de kénytelen voltam én kivágni 1,5 millió fát. Hogy legyen raplap. Igen. Nagyon jó is az favágás. El van vele az ember. Hát azzal el. Én csak fát vágtam. Hát Titus, ide az de összes miben? Létező szemet elszórom. A skorpióval. Ja, hát az hát most két napig. Gondolj be a láncfűrészeként. Az biztos. Ja, hát láncfűrészel kicsit durva, ja. Hát Karol, ide is rémálom épületet lerakni egyébként. Mert? Letettem ezeket a raklap tárakat a raklap üzemekhez. Van, ahol fölemelte a másik épület tetejét. Hát, csinált alá egy dombot. Igazándiból meg kell ugye nézni, hogy hol van nagyjából egyenes rész, és hogyha olyan van, akkor egy kicsit le kell lapítani, hogy jó legyen. Igen, nem egyszerű. Érdemes olyan helyre, ami alapból laposja. Hát végül aztán megoldódott. Most megint egy picit kezd fölmenni, most megint már 50-ig ugrál föl, eddig pedig jó volt. Végére megint nem lesz jó. Hát Titus, az a helyzet, hogy például nekem a Steam
Csak akkor frissít le játékot, ha játszom vele. Tehát úgy magától nem kezd el frissítgetni, hogy most akkor izé majd ő letöltögeti. Nekem sem. Tehát ez... Az RTS Ampér csak akkor frissül, amikor elindítom. Tehát így van, úgy is kell. Szia Milán! Hát, hogyha el tudod olvasni a címet, akkor ott a második kis ilyen egyenes vonal után meglátod, vagy előtte, hogy melyik mapon játszunk, úgyhogy ajánlom figyelmetbe a címnek az elolvasását. Azért van kiírva. Nem figyelted? Na mit figyeltél? És ugye a mai streamnek a címéhez híven, ugye éppen a repcét vetem, hogyha majd megnő, és learatjuk, akkor el tudjuk vinni az üzemanyag gyárba, legyen belőle jó kis dízel, mert a gyáraknak kell dízel nagyon soknak, és egyelőre még nem túl sok van, úgyhogy. Mint például a tegnap ugye a deszka gyár ott, ami csinál hordót is, sőt, még a szőlőüzembe is, vagyis a borászatba oda is kellett egy csomó dízel. Hát egyébként igen, lehet, hogy valaki, de egyébként nem tudom, szóval, hogyha ha valaki miatt lett, de megint tessék 60-70, nem értem. Szóval valaki miatt lett volna, akkor másnak is magas lett volna a MS-e szerintem, nem csak nekem. Tehát ha valakinek... Most nekem is annyi egyébként, beugrál 60-70-ben ilyen. Nem tudom, mindegy. Amúgy meg ilyen 35 környékén mozog. Nekem most, ha bár én itt vagyok most a én földjeimnél, nem éri el a 40-et. Hát akkor neked jó, nekünk nem. Szia Miló! Hát a játékban az eső azt hiszem nem tudom 6-8-9-10 óráig esik, tehát addig folyamatosan esik, meg kell várni, el kell tekerni az időt, amíg eláll az eső. Pedig direkt elpakoltam az összes raklapot, hogy ne zavarjon be nekünk. Hát akkor nem tudom, lehet, hogy attól is jobb egy kicsit egyébként, hogy nincs annyi raklap kint, de na tessék, 200, 700, 400. Nem, valami. Olyan nekem nincs. 50-ig rámos. Hát most belaggult. A Lifting Heavy Things az a hihi nevű mod az, amivel meg lehet emelni minden tárgyat a játékon belül. Traktort, fát, bálákat, mindent. Nézzétek, úgy akad meg laggol, hogy elhagyott ott egy keveset. Ja nem, csak úgy csinált. Jó. Mi milyen nehézségi szinten játszunk most? Könnyű szerintem. Ez szerintem a könnyű lesz. Aha, oké, köszi. Én indítottam, de nem emlékszem, hogy igazság. Szerintem könnyű van. Hát áraktól függ, ugye, mert nehéz fokozaton nagyon durva árak vannak. Hát Miló, ha úgy játsz, hogy be van kapcsolva a elfonnyadás, vagy hogy elfonnyadnak a növények, akkor így jártál. Ez a szimuláció része, úgyhogy ha valószerűen akarsz játszani, akkor sajnos kifutottál az időből, és oda a termény. Ennyi. Pár perc alatt végzek egyébként, nézzétek meg, milyen sokat haladtam már. Szia Balázs! Ennek mi a neve, ennek a vetőgépnek? DB120. És 36 méter széles.
Hát Miló, tessék, parancsolj, ott van. Növények elszáradása nem. Értelemszerűen. Ott van, László pedig linkelte a Lifting Heavy Things-es modot, úgyhogy azt kell letölteni, és már is mindent tudsz emelgetni, amit akarsz. Nagyon jó, mert például beborulsz a bokorba, akkor ki tudsz szedni a trakeszt, vagy a kamiont. És a vetés ez nem elég, ezt még le kell gyomírtózni, és úgyhogy van itt még munka bőven ezen a földön. Szívesen, Miló. Hát attól függ, hogy mekkora föld, mert ha nagy, akkor nem. Ha kicsi, akkor gyorsan be lehet vetni, így van. Hát Jani, az az igazság, hogy szerintem nálad lesz valami, hogy frissíts rá, mert megint nem ír semmit, és mindenki másnak jónak tűnik a stream. Andráson sokat segít az a mod, igen. De egyébként tegnap Majka is például adta, hogy kikanyarodott a vetőgéppel, elakadt, tehát bárkinek jól jön, meg én is beszoktam akadni. Tehát bárkinek jól jön ez a mod. Mert ha például valaki itt van azok közül, aki még a 17-nél nézte a streameket, FS17-nél, a Medicopter 1-1-7, amikor még Öcsi meg Józsi volt, nem véletlen volt, mert ott nem volt Lifting Heavy Things, és ott a gépekkel kellett valahogy megoldani a felborulásokat, meg beborulásokat, úgyhogy sokkal nehezebb dolgunk volt. Szia István, hello! Úgyhogy én amondó vagyok, hogy ez egy nagyon jó kis mód, amire igazándiból szerintem szüksége van az embernek. Szerintem is. Én is tegnap rakosgattam a utánfutó. Raklapos poltot. Ja, hát bármi. Főleg ugye, hogyha például kettő dollissal mész, és akkor ugye például tolatni nem igazán lehet vele szerintem. Gépeket csináljátok a felborulásokat? Hát sok sikert hozzá. Úgy izgalmasabb? Hát figyelj. Figyelj, ha izgalmassá akarod tenni, akkor más dolgokkal is izgalmassá lehet tenni. Nem csak ezzel. Csak nem szőlőző harci. De mert kicsit a gazdaságom le van égve anyagilag, aztán javítani kell a helyzetet. Tegnap elszórtad a pénzt. Igen. Élni tudni kell. Nincs is jobb, mint egy kis esti vetés. Hát, András, ismered a mondást, aki nem dolgozik, az ne is egyék, úgyhogy először a munka, aztán a szórakozás. De egyél nyugodtan, jó étvágyat. És lassan jön a évnek a legjobb része, gyerekek, a karácsony, amikor a bejglitől kezdve süteményeken át a világ legjobb kajái vannak. Úgyhogy lehet mindent tud itt majd. Jó 4-5 kilót magunkra föl lehet szedni.
jó sok szaloncukor, meg fú, annyi minden van, hogy jó kis méteres sütemény, mézes sütemény, fú, imádom. Lesz majd nálunk harmadik napon izé szokott lenni káposzta, az is marha finom. Úgyhogy majdnem csak egy hétig zabál az ember, meg otthon fekszik, nézi a tévét, játszik, szórakozik, pihenget. Azt... Micsoda? Aztán meggurul az ember. Hát az olyan, utána megkoplani kell. András, mindenki dolgozott ma, nem csak te. Na jó, nem. Jó, hát végül is streameltem, mondhatjuk, hogy ez is munka, de még én egyébként sem szoktam, én szombatosának, hál' Istennek nem dolgozom, úgyhogy talán lesz, mit lehet dolgozni. Én Szabin vagyok. Na, ennyi. Hát egyébként az az igazi, ha az ember hétvégén otthon van. Vagyis, hát hogyha megfizetik, tehát tényleg úgy, hogy túlórába kifizetik, akkor oké, mert akkor ugye lehet jó pénzeket keresni, de ha nem hajlandók érte fizetni, hanem csak ilyen csúsztasd le majd valamikor, akkor az úgy nem. Az úgy nem pálya. Amúgy jaj, megy a munka ezerre. Főleg, ha látnék valamit. Szívesen, Miló. Jött a kövis sor. Hát, nagyon lassan a felével meg vagyok. Tényleg nagyon lassan. Az a baj, egyre kevesebbet látni. Nem is tudom, betőgéppel jöjjek ki, vagy inkább gyomírtózzak? Hát hozd a gyomírtót, szerintem most már van mit gyomírtózni, úgyhogy nyugodtan le. Mindjárt végzek a számítással. Oké, nyugodtan legyomírtózhatod, mert mire kijössz, addigra már jó sok be lesz vetve, úgyhogy. Hát azt nem mondom, hogy végzek vele, mire idejössz és végzel te is a permetezéssel, de azért haladok. Milán, ez is alul megvan, le van írva, hogy mit dolgozok, de hogyha ide beírod a infók rólam, rövid betűkkel, meg ékezet nélkül, akkor elvileg kidobja, hogy mit dolgozom, meg egyéb infókat. Nem, bocs, csak felkiáltójel info. Hát úgy már, hogyha kikapcsoltad, akkor nem fog elfonnyadni a termény, mert akkor ugye nincsen. Igazság szerint ugye tegnap itt ezen beszélgettünk, hogy mennyire szimulátor, mennyire nem szimulátor. Én szerintem, aki szimulátorral akar játszani, és még azt sem kapcsolja be az elfonyadást, mert egy idő után nem tudod úgy menedzselni a játékot, hogy akkor leszed még, mielőtt elfonyad, mert egyszerűen nem lesz rá időd. Tehát nem tudod úgy beosztani én szerintem a játékot. Úgyhogy... Tehát az már szerintem túl szimulátoros. Tehát ez olyan, mint a mit tudom én, LTS-ben is ugye, hogy elvileg megvan adva egy bizonyos idő, amennyi alatt le kell szállítanod a fuvart. Most, hogyha az is úgy lenne megadva, hogy például, mit tudom én, még egy percre sem mehetsz ki, mert hogyha telefonálnak, vagy valaki csönget, bejössz, félreállszod, és addigra ugye lejárnak, akkor az úgy nem igazán működne, hogy tényleg pont annyi időd valamennyi. Itt is
bármi történhet, aztán nem tudod leszedni az egész földön, minden elfonjat kész, annyi kezdheted előről. Főleg jó nehéz fokozaton. Az az igazi. Nyomtál mentést, kikapcsolatod? A meglévő egyébként lehet, hogy még az lefog, de a következő vetés szerintem már nem. De egyébként minden játéknál úgy kell kezdeni, gyerekek, hogy akármilyen mentést kezdtek, akkor be kell állítani mindent. Mert egyébként csak a szívás van vele. Megjött Anti. Na, kinek kell segítség? Hát, ha szeretnél például repcét vetni, akkor jöhetsz ide segíteni. A 25-ösre. Vagy permetezni, attól függ, Tibi mit szeretne. Nekem minden? Igen. Tanyám van. Ez Rubikon. Ó, van. De ez jó is. El lehet lopni. Mindegy. Ezt nem lopod az a gazdasági. Péter azt hozza. Ami tetszik. Szeretném. Hát, Titus, az a helyzet, hogy a segítők... nem tudom, segítőkkel is az a baj, hogy néha igen, néha nem, tehát ők sem mindenre használhatók, ugye? Aztán... Én segítővel pont ezen akadtam meg, hogy ugye van ez a CursePlay nevű segítőprogram, uh-huh. És sok mindent tud, de még az, hogy elszállítsa az árut és leborítsa, hát azzal még mindig gond van. Elvileg tudja, mert láttam már olyan timelapse videóst, aki... Nem azt mondom, hogy nem tudja, csak modolt pályákon. Nekem például mindenhova akarta borítani ezen a mapon, mindenhova akarta borítani, csak a silóban nem a tönköjt. Igen, tehát... Meg hát például az, hogy most fölveszel egy segítőt és elkezd, például egy ekkora földön elkezd aratni, az egy dolog. De például egy alapgéppel, amiben fél 14 ezer liter, hát az fél percenként ürítheted. És akkor neked megint ott kell dolgoznod, mert csak azt fogod csinálni, hogy üríted, elviszed, üríted, elviszed, üríted, elviszed, és akkor már megint úgy vagy, hogy ha egyszer nem viszed, már megint megáll, aztán megint elfonjad mindent. Tehát... Szóval, és azért megy az idő, úgyhogy... Nekem a 13-as földön a T560-as John Deere 9 méteres asztallal dolgozott. Ennyi. Költséghatékony megoldás. 40 ezer spóttal rohangáztam föl alá. Hát az olyan. Ezért szeretem egyébként az izét, nagyon sok amerikai ilyen videóban látni tényleg azt, hogy a föld szélén felsorakoznak a kamionok, föláll vagy 10 kamion, ugye óriási pótkocsikkal, és akkor a csávó az átrakó kocsival csak bemegy, ürít, kihozza a kamionhoz, és akkor tölti végig, és a kamion, amikor terül, akkor meg elviszi. És akkor ennyi. Tehát nem fognak ott izékkal ilyen 20-30 ezeres literes izé pótokkal mászkálni, ugye, majd a kamion egyszer elvisz sokat, aztán kész, hogy meg csak átrakó kocsival pakolja bele azt annyi. Jó, persze. Ugye ott más, mint ahogy tegnap beszéltük, más dimenziók vannak, mert ott egy kicsivel nagyobb földek vannak, több hektárral rendelkeznek. Nincs vetőgépen? Hát nem nagyon találok. Melyik? Hát egy nálam van, nem tudom hány volt, mert ha nincs, akkor vegyetek még egyet. Hát. Azért kettő vetőgép, csak legyen már. És azt nézem, nem nagyon találom ez itt. Ja, most már bőven a felével meg vagyok. Hát azért gondoljatok bele, hogy például ugye azért Amerikának olyan, nem is tudom, kb. 300 milliós lakossága van, csak ugye az USA-ról beszélek, mert nem Kanadáról, tehát nem mint Amerika földrészről, tehát azért az USA-ban 300 millióan élnek. Miguelnek köszönöm a követés, jó szórakozást. Gondoljatok bele, hogy azért 300 millió éhes szájat etetni azért kicsivel több kaja kell, úgyhogy
kicsivel többet kell mezőgazdászkodni, meg több állatra van szükség, meg több mindenre egyszerűen, mert hát nagyon nagy a lakossága, úgymond Amerikának azért. Nem tudom, Monti, lehet, hogy venni kell, nem látok itt a tanyát másikat. Hát a boltnál, mint a garázsnál, mit mutat? Három vetőgépünk van. Keressétek meg őket. Az igen? Akkor el van meg dugva. Tehát valahol van még kettő eldugva. Hogy hol lesz neki? Hol lesz neki? De ez csak... ezt látom, hogy van három. Utána van. Na, kicsit itt akadozok a tanyán. Ugye? Na, most megígó az MS, most megint 40. 30-40. Itt van egy bent, meg a kerítés túloldalán is egy. Ó, szuper, köszi. És hol töltöm meg? Itt? Vagy ott bent a tanyán? Steve is, van Steve is kint is, meg bent a tanyán is. Oké. Hát Titus, az a helyzet, hogy ezt már megbeszéltük, tehát hogy ha akarsz jönni játszani, akkor gyere nyugodtan, hát most maximum akkor heti egy-két alkalommal vagy itt, vagy amikor ráérsz. Tehát most mások is úgy vannak, hogy például Zsolt is ugye most vagy két hétig nincsen, mert ugye nem ér rá, és akkor tud, amikor jön. Tehát itt igazándiból nem is azzal van baj, hanem azzal van baj ugye, hogy valaki jelentkezik, azt mondja, hogy jön, és akkor utána egy-két hét után teljesen eltűnik. Tehát most azzal nem tudunk mit csinálni, de ha valaki csak azért nincsen, mert éppen nem tud jönni, de legközelebb jön, tehát heti egy-két alkalma azért itt van, hogy két hetente egyszer-kétszer legalább, azzal nincsen semmi probléma. Itt ugye azzal van gond, ha valaki azt mondja, hogy jön, aztán utána meg mégsem. Na most viszont olyan lagun van, mint állat. Melyik földön vagy, Karom? Nem már. 25. 25. De inkább... Jó. Inkább nem vagyok, hanem 25-ösen laggolok, tehát így megyek 5 métert, megáll, 5 métert, ja. Megáll. Megint 100 az MS. Szaggatottan vett. Igen, szaggatottan. Nem tudom, mitől van ez. De rohadt idegesítő. Kijöttem a tanyáról, most egy fokkal jobb. Most ilyen 40-45 MS, de ott meg ilyen 60-70 volt. Hát az még jó. Nekem ez a 100, nem tudom mitől, most visszabont 60-ra. Nem tudom, lehet, hogy ha valaki van a tanyán, akkor... Jó voltam a tanyán, most hagyom el. Ez akkor kide. Lehet, hogy ha valaki van a tanyán, van ott valami, amit betölt, és lehet, hogy akkor 100-ra felugrik az MS, nem tudom. Nem tudom. Pedig most már elkezdtük szétszórni a gépeket egyébként. Nem, mert nincs senki. A repcét vett. Aha, a repcét, igen. Nincs senki a tanyán? Na, most lement 50-re. Úgy látszik, akkor valami ott, sőt 40-re. Valami ott a tanyán van akkor, ami lagultat, vagy szinkronizálja. Akaszt, vagy szinkronizálja, nem tudom. Sok az épület, plusz sok épület, szerintem. Hát nem tudom, most nem FPS drop van. Mindjárt meg vagy itt, nem? Hát azt azért nem mondanám, nem? Az még ott van a másik, ja, ott még van egy beugrás. Ott van még, jó, sokja. Azon 4-re megtehetnénk napot. Akár azt is. Van még mit vetni azért itt. Akár repcét oda is. Ja, most nincs senki a tanyán, most jobb az MS. Nem tudom, hát tehetünk még bármit, bárhova,
mert vethetünk, csak olyat vesünk, ami kell, meg van értelme. Ja, húzom ezt a vékony csíkot még, nem? Anti, ahogy szeretnéd. Kimaradt itt egy kis csík. Akkor kezdem onnan hátul. Oké. Igen, igen, kicsit ilyen durva volt alag, úgyhogy előre ugrálta, meg hátra. Nem, egyébként AD Blue kimaradt belőle, és ilyen darabos volt a dízel, azért ugrálta ezért rakesz, úgyhogy. Valaki rakott egy kis cukrot a tankba. Titusz egyébként hétközben mi is általában hétkor szoktunk úgy nagyjából följönni, aztán 9-ig toljuk, és ennyi. Amikor rájössz, jössz. Ja, úgyhogy azért mondom, hogy nyugodtan, hogyha mindig keresünk egyébként játékosokat, mert hát itt a 16 fő szerver, én lennék a legboldogabb, ha tényleg folyamatosan tele lenne, csak hát egyszerűen nincs annyi játékos, aki tényleg folyamatosan jönne, mert pár hét vagy egy-két hónap után ugye sajnos elhullanak a kollégák. Lion nem is jöhetne, hogyha akarna. Hát bárki, aki szeretne, nyugodtan, tehát... Hát azért említettem őt, ugye Loyát én szoktunk együtt, és jól játszanak mind a kettő. Jaj, yeah. Szia Roynak, hello! Na például... Yeah. Sajnos ugye Roynak sem nagyon tud jönni játszani, mert hát... Viszont akkor Antén kimegyek a másik végére. Jó. Elkezdem ott. Hát egyébként szépen fogy a repce, tehát vagyis a vetőmag meg a műtrágya is, mert mire végzek, majdnem ki fog fogyni teljesen. Oké, Titusz, rendben. De hát hogyha tényleg úgy lesz, ahogy mondják, hogy cross-platform lesz a FS21, akkor onnantól kezdve konzolos kollégákat is várhatunk, mert ugye ők is tudnak majd jönni játszani, de ezt azért még várjuk meg, mert még ez azért nem megerősített információ, csak állítólag. Persze számolom, egyesével húzom a kis izén számolón, tudod. Országoldoztat. Tessék? Hova száguldasz ennyire? Most megyek vissza a farmomhoz. Voltam eladni a szőlét. Azt hittem elaludtál volámmal. Ja nem, az csak majdnem. Melyik még, a 24-es még ahova lehet vetni, mert elő van készítve? Igen. Egyszer át van trágyázva. Meg ahogy nézem, a 22 is. Oda is repte. Hát ezt nem tudom, mert igazándiból tegnap még arról is beszéltünk, hogy a sertéseket is be kéne indítani, és kéne neki kaját keverni, tehát valahol lehet, hogy kicsit is burgonya is. Akár ezért is kell. Mert hogyha inkább cukorrépa. Cukorrépa legyen? Nekem mindegy, csak... Burgonya nagyon szabálya a betűrmagot. Milyen van lerakva kajakeverő nekik, vagy... Lent délen van takarmánykeverő üzem. Vagy a sajátunkat használjuk inkább. Azt is lehet. Azért kérdezem, mert hogy akkor melyikbe csináljunk, mert a miénk azt hiszem mást kér, mint a... Na, összeérünk? Nem. Tehát pont így volt kiszámolva. A miénk ugye azt hiszem mást kér, a kukoricát is talán bele lehet rakni a...
Nem is délen, a 24-es alatt van takarán. Na, akkor befejezem itt a vetést, és akkor megnézzük, hogy mit lehet oda vinni, mert akkor olyat is vessünk, hogy legyen nekik majd kaja. Jó. Szia, Béno, hello! Esetleg a 22-re tehetünk rontot, mert az kisebb szemben. Jó, akkor oda majd az megy. Hát azt tudja, hogy kell nekik. Az 1000%. Hát a szokásos, ugye, a fehérjének a szója, mondjuk, ugye kell árpa vagy gyúzsa, burgonya. Illős jövök. Oké. Okay. Ugye, megnézem GC-ben. Titus, írsz egy sima, egyszerű jelentkezést Facebookon, aztán kész, annyi. De hát mivel igazándiból már játszottál velünk jó párszor, szerintem nem hiszem, tehát mind játék, tudás, meg egyéb problémák sem hiszem, hogy, hogy kimaradt egy kevés. A korod is megvan hozzá. Amerikai stílusú önéletrajz, motivációs levél, fénykép, így jogosítványok. Van. Motivációs levél, igen, szeretnéd, vagy izé mondd el, hogy miért is szeretnéd csatlakozni, stb. Stb. Hát ahogy kell. Hogy egy lábaszerelésként. De egyébként... A kenőpénzt a DIN-BT számlájára kell utalni. Egyébként másnak sem volt semmi exet, tehát tényleg csak egy normális, hogy írja le, hogy mivelre hány méter, megnéztük nagyjából, hogy hol játszott azt. Igazság szerint nem is nagyon volt olyan szerintem, aki megbukott a felvételin, úgymond, mert annyira tényleg minimalista izé. Maximum, hogy ha már alapból ugye nem felelt meg a követelményeknek, tehát legalább mit tudom én, legyen valaki ugye 18 éves, stb. Tehát ha az nem jött össze, akkor maximum ennyi, de más miatt szerintem nem volt semmi ilyesmi. Na, el van vetve, meg a kocka is, meg a repce is. Meg tankolni. Feltöltjük vetőmaggal és műtrágyával. Láda Cider mindenkinek. Megvárjátok, hogy leszórom, és akkor átpörgessük reggelre? Hát figyelj, igazándiból... Most akkor várj, mert akkor mégis először elmegyek a takarmánykeverőhöz, mert kíváncsi vagyok, mit ír. Fishfutter. Micsoda a fishfutter? Van marha takarmány is, de a legalsó sertés takarmány a lényeg. Ja, nem GC-ben nézed, hanem ott a lényeg. Itt nézem, Schweinfutter. Ja, itt nézem. Aha, az bonyolult. De egyébként itt írja, haltáv, sertést akar, gabonya, protein, adalékanyagok. Na jó, várja, mert ez így kínai. Mi a neve? Sertés takarmánykeverő? Takarmánykeverő. T-betűsöknél. Itt van, takarmánykeverő. És akkor legalsó lesz a sertés. Legfelje, itt van, sertés takarmány, haltáv. Aha, ugyanaz, jó. Itt kell gabona, búzárpa, zab, az oké. Okay. Protein, repce, napraforgó, szójabab, hírse, és adalékanyag, kukorica, burgonya, cukoréka, karotten. Jó. Tehát akkor vetnünk kell mondjuk adalékanyagnak akár cukorrépát vagy kukoricát. És kéne mondjuk, nem tudom, mi egy jó napraforgó, vagy hírsét vessünk? Hírse jó lesz, nem? Jó, hírse, ha. Na, akkor a 22-re megy cukorrépa, a 24-re meg megy hírse, jó? Ezt mind gyorsan megcsináljuk, leszórod, és akkor utána, és akkor lesz minden, csak utána tekerünk. Jaj. A bitcoint az teljes mértékben elfogadjuk, úgyhogy szia Kornél, nem is tudom egy bitcoin hány. Ó, én meg... Hogy? Én meg pláne, jöhet tömítem mennyiségbe. Ennyi. Fú, nagyon-nagyon drága egyébként a bitcoin, most nem akarok hülyeséget mondani, de egy bitcoin valami, most tudom hány ezer dollár, vagy hogy van? 5
valahány 100 000 forint. Na azért mondom, hogy akkor azon 2000 körül. Szia Arkangyal, hello, hello! Kész, és akkor miről beszéltünk? Cukorrépa. Ide a kicsi földre. Hello, hát egy bitcoin most 5.658.215 forint. Szia Dani! Tényleg? Megnézem már. Kíváncsi vagyok, mert utoljára valami 2-3000 dollárnál emlékeztem. Na, a bitcoin árfolyam... Napi árfolyam. Ja, egy bitcoin 5.630.212 forint. Majdnem 20.000 amerikai dollár, és több mint 15.000 euró. Szóval, Titus, egy bitcoin elég lesz, és akkor föl vagy vidd. Ez is milyen hülyeség, hogy... Egy koponya. Milyen hülyeség, ha belegondoltok, hogy egy bitcoin, tehát egy ilyen valami ökörség, és akkor ilyen valami embertelen mennyiségű, 5,5 millió forintot ér. Rajzolok egy bitcoint, és akkor hova. Szóval nem tudom, nem mindegy, tehát ilyen Meyer dolgok, ezek hülyeségek. Hát annyi, 5.600.000 valamennyi. Nem, elég csak nekem, nem kell mindenkinek. Redcoin, mi az? Duzzom, elfogadjuk mi is. Igazából, figyelj, beszórod, tudod, mint a zenegépbe, így bedobálod a izéket, a bitcoinokat, azt kész. És jó lesz. Gondolj bele, valakinek van egy bitcoinja, akkor már milliómos. Atya úristen. Daninak köszönöm a hoztolást. Nekem van 0.00.00.11. Janzsi, neked is szép estét. Hát most így nem is tudom, nekem mennyi bitcoinom van, mit tudom én. Nekem is ilyen valami egy milliómod, egy 100 000, nem tudom mennyi, tehát ilyen semennyi. Na mindegy. De annyi mindenkinek van szerintem, úgyhogy. De Titus, nem kell, hát most gondolj bele, hogy ha bankot rabolsz, és például most csak egy ilyen kis izét, pénzérmét magaddal vissza, hogy egy bitcoin zsebre vágod, és kész, már milyen jó. Most azt a 5.600.000 forintot, mire még 20 000-esekbe is, hát nincs annyi zsebet, hogy teleragd magad, tehát nem jó, nem. Egy-két bitcoint kell csak elvinni, és kész, nem két bankot rabolni, meg ilyenek. Még az, de tegyük fel, ez érme lenne, azt ezzel akarná fizetni a boltban. 10 000-ből kérek vissza. Ennyi. Hát nézd, Arkangyal, sajnos nem vagyok egészen tisztában ezzel, de szerintem azok a bank szakemberek, akik azt mondják, hogy ők is tisztában vannak, de hogyha belegondolsz, valójában bármelyik országnak bármelyik pénze nem, tehát annyit ér, amennyit ők mondanak, mert pénzt végül is nyomtat, tehát akármelyik ország tud pénzt nyomni, és elvileg ugye a éppen aktuális GDP alapján, meg hogy mennyire hisznek benne, mondhatja, hogy mennyi az árfolyama. Tehát hogyha mondjuk egy, mit tudom én, mondok egy akármilyen, egy Afrika közepén egy kis ország azt mondja, hogy ő egyetlen egy petákja ér mondjuk 1 millió amerikai dollárt, akkor mindenki körbe röhögi. De mondjuk, hogyha mit tudom én, egy erős gazdaság, egy japán, vagy egy valaki azt mondja, hogy az ő jenje, vagy nem tudom, most csak mondok valamit, ér egy jen mondjuk 100 dollárt, vagy 200-at, azzal most annyira nem fognak vitatkozni, mert úgy végülis mondhat, amennyit akar, aztán úgy annyi, amennyi, vagy nem tudom. Tehát ezek olyan dolgok, hogy bele lehet menni, meg lehet rajta vitatkozni, de igazándiból tényleg ilyen bemondott, meg kitalált dolog, mert lehet, hogy tényleg nincs is mögötte semmi. Szóval, na mindegy, ezen ne kezdjünk el vitatkozni, mert ez is olyan, mint a politika, hogy hülyeség.
Szia Karcsi, hello, hello! Hát nézd, az aranyfed... Én az... Nekem az aranyfedezetről nekem egy teljesen más... Az én elméletem az, hogyha megnézel minden... Tehát magad körül körbenézel, én is most itt körbenézek, TV, kamera, monitorok, telefon, gép, minden. Tehát én szerintem, ami volt arany, aranytartalék, abból mind valahova elvitték, és elektronikai cuccokat készítettek belőlük, mert egyszerűen mindegyikben van arany, tehát ugye kis mennyiségben, de van, és ha belegondolsz, milliárd mennyiségben van most már mindenhol telefontól kezdve minden ilyen szar elektronikai hulladék, és gyakorlatilag szerintem erre felhasználták az aranyat. Mert minek tárolni az aranyat úgy? Semmi értelme, van mögötte aranytartalék, és akkor mi van? Semmi. Szóval, csak gondolj bele, tehát tényleg, hogy van a Földön, vagy nem tudom hány milliárd, hány 10-20 milliárd telefon, most azt ha visszaszorzod, vagy visszaosztod, hogy abban mennyi arany van, hát lehet, hogy életed végig elérdegélnél belőle, és ez csak a mobiltelefon, a többi dologról nem beszélek, a mindenféle más, amibe kell, a tévéktől kezdve minden lószar, szó szerint. Na itt vagyok, menjek a 22-re? Léci, kezd el a 24-en vetni a hírsét, ha jól emlékszem. Na, minden esetre ez csak az én saját elméletem, én ezt így gondolom, hogy én szerintem azt az aranyat már rég elektronikai termékekbe belepakolták, úgyhogy, és akkor tabletek, laptopok, okos órák, minden, amit el tudsz képzelni. Úgyhogy szerintem már egyik komoly izének sincsen ilyen aranytartaléka, mert egyébként minek úgyis, tehát semmit nem old meg, ha most akkor hozzányúlnak, és akkor mi? Semmi, hát az nudli. Mindjárt befejezem a cukorrépát, aztán megyek én is hírsét vetni. Hány méteres a vetőgép? Az összes. Az összes méteres, összes méter benne van. Szerintem 36. 36 méter egyébként, így van. Titusz, az ékszert nem is akartam, meg a hülyeségeket nem is említem, amikor valakinek a budia is aranyból van, meg arany Lamborghini, meg a arany repülőgép, meg a arany nem tudom micsoda. Tehát ezekről már nem is beszéltem, arany tankja van, meg nem tudom, tehát ezekről már nem is beszéltem direkt, mert ez a másik fele, tehát úgyhogy... De én azért mondom, tehát az utóbbi években nagyon-nagyon meg... Tehát olyan szinten fönn van az arany ára, meg egyébként is, tehát az elektronikai ipar olyan szinten használja, hogy hihetetlen mennyiségben, úgyhogy... Csak gondoljatok bele, hogy ugye megy ez, aki szokta nézni a Discord-in szokott menni a Aranyláz Alaszkában, és ugye hát ott például ilyen ugye párkerék is azért igen komolyan egész tavasztól őszig dolgoznak, és ilyen 5-6 ezer unciát szednek ki. És mindjárt megnézem a fejből, nem tudom, hogy a gramm az hogy is van, hogy egy uncia az 30 gramm. Na. Az 6000 uncia, az 170 ezer gramm. Na, tehát azzal a, olyan 6000 unciával, amit nagyon, ha sikerül összeszedniük, akkor az olyan 170 kiló, vagy
mennyi arany, vagy nem tudom, mit számoltam, nem mindegy. De ha belegondoltok, hogy azt egy ilyen akármilyen kisebb telefongyártó cég szerintem pikpak elpörköli. Belerakják azt a pár kiló aranyat a izékbe, a telefonjaikba, a tabletjeikbe, a tévéikbe, mindenféle elektronikai hulladékukba, és azért ez nem kis mennyiség. Tehát azért majdnem egy egész éven keresztül, vagy jó fél éve, három éven keresztül szedik a fiúk azt. Tehát most nem tudom, hogy mennyi lehet az össz aranytermelés a világon egy évben, de én szerintem közel a nagy részét felhasználják. És akkor nem beszéltünk olyan dolgokról, hogy ezen kívül tényleg, tehát akár például az orvosi célokra használ, biztos, hogy ott is, meg nagyon sok minden, tehát most igazándiból, ha belegondoltok, akkor annyifajta olyan ilyen technológiai, meg tudományos, meg mindenféle felhasználási, hogy hívják, van az aranynak, hogy hihetetlen. Tehát óriási mértékben használják az aranyat. És nem arra tárolják, hogy ott legyen lent a bank mélyén, és akkor van pár rúd arany, és akkor csókolom. Miguel, ez régen így volt, de ha belegondolsz most őszintén, tehát ha bedőlne egy amerikai gazdaság, ami most akkora, amekkora, vagy egy EU, vagy bármi, szerinted mennyi arany kéne ahhoz, hogy úgy, tehát, hogy valamit érjen is? Hány 100 millió tonna kéne szerinted? Mert ha bedől, akkor az szerintem a világ aranya nem elég ahhoz, hogy hívjákolja. Hogy bármit is megmentsen, vagy segítsen rajta, vagy én nem tudom, tehát... Jó, hát az egyértelmű, hogy nem ugyanazt az aranyat használják, ez egyértelmű. Szia, Protektor! Egyébként igen, az ingatlan az nagyon jó befektetés, mert az általában azért jóval időtállóbb, mint az arany. Úgyhogy, ha bedől, akkor világ vége. Hát, ha nem is, de akkor nagy kaka van a palacsintában. Arkangyal, nem is az a lényeg. Én mondom ezt, csak ezt... Ez ilyen saját kútfős gondolat, de én szerintem, tehát óriási mennyiség az, amit... Tehát csak nézz utána a számoknak, hogy tényleg egy évben hány, csak a nagyobb cégek, hány iPhone-t, hány Samsung telefont, Huawei-t, mit tudom én, és tényleg nem a reklámhelye. Csak az első 10 legnagyobb telefongyártó cég szerintem milliárdos nagyságrendben adja el a telefont évente. És az a telefon, és elég, hogyha egy telefonban csak nem tudom, fél gram arany vagy negyed gram arany van, számolj utána, hogy az mennyi. Hát nem véletlen, hogy most már olyan szinten mindenhol, hát gyűjtik be, meg szedik szét újra az izékat, mindent, amit csak lehet, és nem csak arany van benne, hanem ugye egyéb fémek is, amiket ugye ki akarnak nyerni, mert egyszerűen kell a további gyártáshoz. Hát a földbe akkor jobb befektetni, ha olcsón adják, és utána drágán el lehet adni. Ez így van, Protektor. Ez így van. Körülbelül, nem akarok hazudni, de itt Magyarországon is 10 év alatt egy ingatlannak az ára, hogyha normálisan mennek a dolgok, akkor legalább 4-5-ször többet ér, mint amennyiért vetted. Tehát igencsak jó üzlet ingatlanba fektetni a pénzed. Lengyel Gerginek köszönöm a követést, jó szórakozást. Várj egy picit, Tibi, azt nézem, hogy Anti körbe-körbe megy.
Nem, csak körbe megcsináltam, aztán kezdted a másik oldalt. Maradok itt. És akkor hogy megyünk egy sor ilyen, egy sor olyan? Hogy mindenbe... Hogy? Mindenbe... Hát úgy, hogy egy sor hírse, egy sor kukorica, egy sor búza. Nem, csak vicceltem. De miért? Azt is kell? Nem, csak volt már, hogy elkezdtünk össze-vissza vetni aztán. Csak vicceltem, nehogy elkezdi úgy csinálni. És volt már rá példa. Volt úgy, hogy elkezdtünk össze-vissza vetni mindenfélet, az csíkos lett a föld. Nem, megy a hírse. Folytatom ezt az oldalt. Tényleg András följött a szerverre. Csak elment szerintem megint enni. Nézd meg, nem okoz balesetet. Nincs is itt. Megint 120-as MS-en van, de jó. Nézd meg, 100... Tolat a jármű és nem áll, mert nézd meg mit csinál. De ez mi? Gyerekek, mi ez az MS? Van. Hátrafelé vett, vagy mi? Fixen 130 MS. Az szép. Nekem meg most javult meg. 38-35. Katasztrófa, komolyan mondom. Ott fönn a sarokban egyébként én is ott valamit észrevettem, hogy ott megakadt. András bejött és legalább ott áll a tanyán. Én most de kirakom őt, mert szerintem attól. Szia Benike, hello, köszönöm a követést. Gumicsizma. Uh-huh. Szia, Noli. Nem, egyébként tényleg most bocs, de kirakom, mert szerintem ha valaki ott áll, akkor fixen izé. Fixen laggolunk, de mint állat. Valami van ott a tanyán, amit ha... Na, tessék, vissza is ment, ott van. Tessék, nézzétek ott. Na, most kicsit fölment. Na de nem 130, mint az előbb, csak 70, 80. Nem, valami van ott a tanyán, amit ha ott betöltesz, akkor nem tudom, valamiért laggolj. Mi azt nem tudom, lehet, hogy vonatok? Lehet, hogy el kéne vinni a vonatokat a fenébe? A fene tudja. Nem tudom, de valami nagyon durván laggoltatott. De látta mindenki, 130-on fixen megálltam, és azt ott izé, meg sem moccant, se föl, se le. Pedig amikor följöttem, mondom 30-40 MS, tök jó. Nem lesz fele semmi gond. Hát nem. Nem jött be. Nem jött be. Na mindegy. Gyorsan megcsináljunk a követést, aztán. Aztán reggelre tekerik, mert most már nagyon sötét van, alig látni valamit. Na, sziasztok! Na, szia! Sziasztok. András, kiraktalak, mert hello. Úgy néz ki, hogyha valaki áll a tanyán, valami olyasmit betölt, amit nem kéne, és attól van lag. Oké. Okay. Úgyhogy kerüljük a tanyát, ha lehetséges. Dinnyetó vagy BT-vel mi van? Hát úgy néz ki, hogy szépen gyarapodik, úgyhogy... Mivel nyilvános a könyvelés, így meg tudjuk nézni, van 324 ezer eurója Dinnyetó vagy BT-nek. Igen, mivel dinnye nincs a mapon, szőlővel kell foglalkozzak. Ennyi. Hát nincs itt a szezonja most. Szezonális. Ja. Szégyen szemre ezt a szőlőt se lopom. A repcét majd akkor leszedjük, az mehet a
dízelgyárba, és akkor a hírse az meg megy a kajakkeverőbe, meg a cukorépa is. Szia Dani, hello! Én raktam volna két pici lámpát a vetőgépnek a két végére, hogy lássam, hogy hol van a széle. De hát nem raktak rá. Hogy telt a lampom? Fú, gyorsan. Pikpak. Még itt a kis szünetben a két stream között egy picit elmentem votozni, aztán egy nagyon picit tudtam javítani a napi rossz teljesítményen, picivel jobb lett, de még mindig nem az igazi, úgyhogy nem nagyon adja a játék sajnos. Kétszázas vérnyomás az meg volt délután, úgyhogy délelőtt inkább, délután már picivel jobb volt a helyzet, nem annyira. Volt akkor is olyan meccs, hogy katasztrófa, de egyébként más is panaszkodott, tehát más is nagyon panaszkodott, hogy olyan szinten rosszak a játékok, hogy hihetetlen, tehát ez ilyen katasztrófa. Azért az képest András csak ott téblából a izén tanyán. Ha megyek innen, de csak megkeressem a gépeket. A sötétben? Majd sem ugye végzünk, aztán mehet az időtekerés. Vagy hát mindjárt. Nem sokára. Hol tudom föltölteni a vetőgépet? Mellettem balra, itt van a... Oké, megvan. Tanyán is van, meg itt kint a kis viszont föld kettesen. Mellett is van egy töltő. Több helyen is fel tudod. Hát szerintem ez most már nekem kibírja ezt a vetést, mert még van benne azért pár százalék. Hát egyébként a mondás is így van, gyerekek, ahhoz, hogy pénzt lehessen csinálni, ahhoz pénz kell, úgyhogy csak pénzből lesz pénz, semmiből nem lesz pénz, úgyhogy ez ilyen biznisz. Brutál nagy emesem van amúgy. Na, mennyi ez a brutál nagy? 2-3 ezer. Folyamatosan vagy csak úgy? Hát így 10-20 másodpercenként ugrik fel. Gondolom azért, mert még szinkronizál amúgy. Csak te kérted, hogy minél előbb adjam el a farmot, hát elhagytam. Előbb nekem arra nézek, akkor most felugrat 5000-ig. Előbb nekem is úgy volt. Nem tudom, hogy most ez a mapnak a hibája, vagy valamelyik modunk rossz, vagy nem tudom mi van, de nagyon érdekes minden esetre. Minden pálya király, de üzenem a mapkészítőknek, hogy
a tanyát azt azért megcsinálhatná mindenhol, hogy ha két gépnél több van bent, akkor ne nagyon legyen ilyen magasemes. Mondom, az a baj, várjátok, mi ez? Na, valami nagyon durván bugos, mert ez az izé, ez micsoda? Várjatok! Rá kell néznem a logra. Hát van egyébként egy csomó warning, meg egy csomó error, de nagyon komolyat egyelőre nem látok, vagy nem tudom. TM900, az milyen? Van egy pár warning, John Deere DB120, invalidja, alfa. Én ezt látom, még az annyira még nem, de... PigemXX-el. TGS nem csinált valami? Nincs warningja? Nem látom azt, ha izének is van. Error, index not found, cukor. Az nem tudom, hogy ez a melyiknél nem találja a cukrot. Seed, farming sim, holmer, sugar. Az igen, DB120. Hát van egy 4-5 olyan mód, ami folyamatosan izé. Error, warning. Ez a vetőgép, amit használunk, nem? Az a DB. Igen. Hát az, hogy vannak benne olyan növények, tudod, beleírva, ami itt nincsen. De az annyira nem gázi, az csak warning. Az error inkább az, ami para, csak... Ja?
Kész a vetés? Még ez az utolsó csík, és akkor jó, kész, okay. Igen. Szia, Palka! Köszi, hello. Igen, az a kis karácsonyfa az ott nagyon jó kis hangulatot teremt, ahogy közeledik a karácsony. Nem tudom, valami van egyébként, mert a többi mapon eddig ilyet nem csinált, ennyire magas MS nem volt, úgyhogy valami nem kúser. Van egy jó hírom. Na mondjad! Ki lehet esni a mapról. Már jó hír. Ja, úgyhogy nagyon nem menjetek a szélére. Nem terveztem. Nem terveztem. Kilács próbálnám ki, mint András. Miló, van fent a YouTube csatornában egy videó, hogy hogy lehet, egy tutoriál, hogy lehet modokat berakni, ajánlom figyelmedbe. Ott nézd meg. Azért van az a videó. Na, itt a vetés kész. Van még valahol? Egyelőre ennyi. Majd ha Tibi leszórt a gyomírtól, akkor pöröghet az idő. Mi az az MS? Hogyha a minimapot nézed, ott jobb fölül van egy olyan, hogy MS. Az a millisekundum, a válaszidő, mire a szerverhez innen oda-vissza elmegy az info. Minél magasabb, annál rosszabb a kapcsolat. Minél alacsonyabb, annál jobb. Tehát akkor fogsz laggolni, ha nagyon magas. Azért is megy föl sárgába. Fehérben jó, sárgában már nem az igazi, pirosban meg 100 fölött már rossz. Tehát az az MS. De csak szerverem van. De csak szerverem van. Single playerben játszol, akkor nincs mivel kommunikálni, úgyhogy akkor nincs MS. Hát Miló, azt akkor is nézd meg a YouTube-on, mert az azért van a YouTube csatorna, ott vannak fönt ezek a videók, úgyhogy ajánlom figyelmedbe a tutoriál videókat farminghoz. Ezt a vágóasztalt szépen elvittem ott. Szia, vidéki srác, hello. Hát attól függ, hogyha járművel... Tessék, megint száz. Tehát megint száz, és nézzétek meg, hogy mit csinál. Össze-vissza megy, meg se akar állni, tessék. Nem lehet megállítani a járművet. De fa megállítja. 100 MS. Katasztrófa ez a map. Lehet, hogy ez volt itt az utcsó live. Ez így játszhatatlan. Ja, most itt 25-28, itt vagyok itt a fatelek, hogy hol van itt. Úgyhogy biztos, hogy valami ott a középen van. Ott anyám, szerintem. Most itt vagyok a jobb felső sarokban, itt is egy olyan 30-40 MS. És én is elmegyek menjen a fenébe, lemegyek a jobb alsó sarokban műtrágyi gyárhoz. Fogok egy kicsit nézelődni, mi a helyzet, itt nincsen semmi, nincsen senki, úgyhogy üres minden. Szia Pete, hello, köszi! Készen van a szórás. Akkor tekerd az időt. Na, tessék, itt lent, ahol nincsen senki, meg semmi, itt olyan 50-60 az MS. Az sem túl jó, de még mindig jobb, mint ami ott fönt a tanyán.
Ja, itt lent viszonylag úgymond normális. Gépet lehet-e kérni? Kérje, lehet. Sőt, holnap lehet World of Tanks tankokat is kérni, mert holnap reggel lesz egy kis VOT. Úgyhogy örülök, Pit, ha tetszik. Szia, Mr. BXUE, hello! Héten gyakorolgattam én is vele. VOTot. Aha. Na, akkor holnap jól fog menni, mi? Hát, hogyha lehet jönni. Lehet, majd kirakom. Úgy gondoltam, hogy olyan 2000 dízelért lesz egy szakasz. Úgyhogy akkor aki akar költeni, az jöjjön nyugodtan, költse csak a dízelpontját. Ha már úgyis valakinek sok van, hadd fogjon. Sajnálom, sorra vagyok, mint a templom, mert meg erre. Ja, hát akkor... Így jártál. Én a jövő évre gyűjtök. Sorozatban 12 loyalty. Az hihető. Van, akinek annyi pontja van amúgy. 240 ezer? Nem sok az egy kicsit? Te, itt megy egy vonat. Azt a betyár mindenit elment, a reggeli gyors. Na, akkor megnőtt? Mehetünk? Igen. Na, 50 alatt van az MS remek. Ja, nem tudom, ott valami egyszerűen a tanyánál, sőt, lemegy 30-ra. Tessék, most teljesen kitöltötte ezt a felső részt, nézzétek meg, hogy ott van 40-en áll az MS. Tehát tuti, hogy valami ott van a tanyán, ami rohadtul nem kóser. Most nem tudom, vagy sok ott a gép, vagy én nem tudom, de... Tessék, végig fehérben, végig teljesen jó az MS. Csak ott fönt szar, valamiért. Itt András is fönn van a jobb felső sarokban. Tibi, szerintem fönnakadtam. Én is úgy látom. Na. Ennyi. Valami tanya bug van. Köszönöm. Kód. Szívesen. Milyen ez a kód? Tipikus, amikor látod, hogy a kamion természetes élőhelyen. Hát Tibi, szerintem még mehet az idő, mert ezek még nem értek be. Ja, tényleg itt lassabban éri, mindig elfelejtem. Úgyhogy még mehet neki egy kis időcske, mert ez még kevés. Ugye meg kell a hírsének is, a izének is, cukorrépának, meg a repcének is. Valami olyan izé volt, kis motorvonat, ja. Kis dupla. Tényleg jó lassan nő, hallod, még csak most nőtt meg másodjára, azért repce. Ennyivel lassabban növekszik. Igen, itt jóval lassabban. Okay. Nem baj, most már reggelre biztos, hogy beérik. Varió van a palettán, csak béreld. Varió? Az varió az mi? Fent varió? Fent varió? Van 900-as varió, 1000-es varió, 900 varió MT. Melyik variót szeretnéd?
közepesek nyilván nincs. De van 700-as varió, tele vagyunk variókkal. Fend, oké, okay, de melyik? 700, 900, vagy 1000-es varió. A repce beérett. A hírse is beérett, úgyhogy gondolom akkor a cukor is. Amelyik nekünk igen, most... a cukor. Igen. Jó. Hát figyelj, igazság szerint hol kezdünk egyébként? Kezdjünk a repcébe. Kezdhetünk. Na, mert akkor, akkor bérlek egyet, és akkor hordani fogom. Mondjuk egy 900-assal. És rég mentem már ilyennel. Így. Szeva, Hapci. Szeva. És akkor hordom. Hozok egy útkocsit hozzá. Valaki még jöhet akkor alatt. Hát az igen, Titus. Az az igazság, gyerekek, egyébként, hogy valaki, van olyan streamer, aki egyáltalán nem foglalkozik ezzel a csatornapont kérdéssel. Nem érdekli őket, aztán kész. Én egy picit foglalkozom azért vele, mert tehát ezért is holnap, hogy ha valaki akarja, World of Tanks-nál el lehet költeni majd akkor egy kis szakaszozásra, úgyhogy nyugodtan lehet jönni majd, ha valaki szeretne. Mivel arra tud hol, merről? Nem. Bombájnál. Sima bombájnál. Na erre kíváncsi vagyok, hogy elbírja. Igen, kéne legyen még egy. Igen, egy zöld. Elbírja a két forgó zsámolyost majd, ha tele lesz. Nem sok, csak 400 lóerő, úgyhogy... Repce akkor? Igen. Oké. Okay. Jövök a szőlőföldek között. Látom, András is itt van. Sima vágóasztal, nem kukorica, ugye? Sima. És jövök akkor. Szia, Lackó, hello! Na most annyi előnye van a gyári traktornak, hogy nem megy előre, nem megy hátra, össze-vissza, hanem kényelmesen lehet fel a fékezni, meg akkor áll meg, amikor az ember nyomja, úgyhogy nem is csúszkál. Ennyi előnye van a gyári gépnek. Ó, már itt is van az első delikvens. Jó, ezt itt hagyom, mert András azt soha nem fog megtenni, kb. Belemegy az egész izé, ami benne van, úgyhogy hozok egy hamstert. Ja, ide nem kell hamster, akkor nem hozok hamstert, akkor majd itt állok és nézem, hogy dolgoznak a fiúk. Mindjárt jön Anti is, aztán több legyen. Aztán lesz több. Igen. Ja, egyébként itt a
Szinkron is egyébként, tehát még mindig szinkronizál, lehet, hogy az is egyébként durván laggolt, tehát hogy folyamatos szinkron van a mapon, ugye? Igen, sokáig szinkronizál. A szőlőt? Nem tudom, kell-e gyomírtózni, meg permetezni, szerintem nem. Csak el van, nem? Trágyázni, meg messzelni szoktuk, amikor kéri. Na, akkor lehet trágyázni, meg messzelni. Nagyon érdekes, mert most ez is ilyen... Itt ilyen csíkosan mutatja, hogy egy része kérmeszet, egy része nem kérmeszet. Hát a fene tudja. Szántani nem kell, mondjuk. Igen, mert képzel úgy szórja a messzet, hogy csak a szőlőtőkékhez. Ilyen csíkosba szórja be. Hát egy gyomolni mondjuk nem kell, legalább az is valami. Kezdődik, már érzem a járművel, hogy kicsit ugrálva megy. Apci, veled mi helyzet? El vagy a szőlővel? El, most újra nőtt. Most két napot eltekertünk, úgyhogy... Jó, de viszont nagyon jó fizet. Legalábbis eddig, meg most még nem adtam el, amióta teker volt az idő. Szőlő az jó megy. Hát még így is a legjobb az 3008. Jó az. Ja. Hát, Dét, kérlek szépen, eddig vetettünk. A mai terv az az volt, hogy dízel lesz a repcéből, úgyhogy most meg már aratjuk a repcét. És ha lesz majd elegendő, elvisszük a üzemanyaggyárba. Hello, Pius. Hello. Szia, Majka. Szia, Majka. De egyébként nem tudom, hogy tegnap már sivaraklap nem lett vívve a borgyárba, ugye? Vagy a szőlészetbe, vagy... Sivaraklap? Szerintem nem. Igen, tehát most akkor hiába tekertük... Csak hordót vitték. Igen, csak hordót, jaj, jaj. Tehát akkor nincsen még palackozott, vagy fehér bor, vagy vörös bor, mert odáig nem jutottunk. Na mindegy. Majd kell, viszont az tuti, ezek tele vannak a raklap gyárnak. Biztos. Azt majd el kell vinni akkor. Ott a deszkát próbáltam ott a kamionról letölteni, de vagy lerakni, de nem jött össze valahogy. Nem tudom, hogy az unload az melyikkel működik. Z-vel. A Z-val kapcsolod be a felvételt, és elvegye meg a Z-val ki. És a Z-vel meg rakodod le. B-vel megjelölöd neki ki, hogy hova rakja le. Ja, hát próbálkoztam ezekkel, de hát nem. Majd esetleg nézd már rá, hogyha ott van a kamion, főszedtem vele a deszkát, mert tele volt. Aratlak, András. Hiába bújtál el. Mikor, ahogy nézem, ez nem nagy kapacitású pótkocsi, úgyhogy ez hamar tele lesz. Veszedem ezt a kis részt. Igen, mert azt még akkor vettem, mikor még nem váltam ki a cégből. Uh-huh. Csak 240 000-es pót, akkor jó, nem baj, legalább tele lesz, az is valami. Feltéve, nem laggolom magam rommá. És nekem is volt laggom. Nekem is megállt egy pillanatra.
Én pont nem figyeltem. Na tessék, azért jársz idő, hogy ne figyelj. Ja. Hát hordó az, az nincs, deszka az van. Hordót én bevittem a... Raklap sincs. Nincs raklap. Még a gyárban raklap, meg azt hiszem, a papír is tele lett most már. Ezért van. Mindjárt rendezem. Deszka az van, mindjárt átviszek egy párat ide a raklapizéhez, hogy csináljon raklapot. A raktárakban van ám, mert én... Mikor beraktam a raktárakat, betettem. Onnan lehet hordani majd. Ja, azok ott a izék? Na, most indult be, ilyes volt. Hát ebben van, mert ide már rakott is ki, tehát elhoztam egyet, azt már ki is rakta, úgyhogy tuti, hogy van. Ezeknél látszik egyébként a legjobb, hogy emiatt laggol, amikor az ember így fog egy raklapot, és így menne, és így háromszor, négyszer megakad, megáll, mire elindul, meg mire megmozdul. És ezt nem tudom egyébként, hogy a szerver maga, most nem tudom, mert nem tudom, mit csináltak magával a szerverrel, de lehet, hogy izé visszavették, vagy én nem tudom, vagy valami van, de nem igazán olyan jó bírja, mint eddig. Lehet, hogy ez már sok neki. Habár volt már eddig is négyszeres map, tehát elvileg nem kéne. Ja, hát ez olyan nagy teljesítményű szerver kell. Hát látod, hogy valami nem kóser. Mert nem csak nekem laggol, másnak is. Na, köszönjük a követést! Micsoda név! Hújjújjújjújjújj! Na, már van is. Már van is készen. Na jó, majd Majka akkor elviszi. Mindjárt el is lesz az első pótkocsi. Tele. Yes.
Hát egyébként van egy kevés kukoricánk is, mondjuk a hírse az megy, akkor meg szőzzék el majd. Hát fehérje nem nagyon lesz, 80 ezer van. Fehérje nem nagyon lesz a sertés tápkeverőbe, de mindegy, majd valahonnan szerzünk. Vagy megoldjuk okosba. Lecce is fehérjében megyen. Hát igen, de a Recében most ugye ezért akarunk üzemanyagot, bár lehet, hogy keveset vihetünk oda is, nem tudom. Majd meglátjuk. Egy 50 ezeret bele kell tölteni. Hát lehet, hogy egy ilyen 80-ast elviszek oda majd, és akkor az lesz a kaja egyelőre a disznóknak. Nem tudom, mennyire lesz elég, de... De érdekes, hogy izé van ugye a cukorgyár az csinál teljes takarmánykeveréket, de a sertéseknek nem csinálnak azért kaját, egyik se kever. Itt azt mondta Zsolti, hogy itt a haltáp, amit a melléktermény, ez meg nagyon jó áron meg. Tibi, a papírraklapos cuccot a szoba tetted le? Hát ott van a papírraklapos. Ja, látom. Jó. Oldal. Látod egymás mellett. Aha. Deszka meg a papír van egymás mellett. Mindegy, akkor András majd viszi dízelnek, én meg viszem a disznótávkeverőbe, ez kész, annyi. Szerintem bőven lesz, hogy tele legyen, úgyhogy... Vagy legalábbis kéne. Sült mák gyár, ezt a betyár. Ott megy a konkurencia, nézzétek, a narancssárga céges csávó. A dinnyetolvaj BT. Apci, jó pénzért átpártolok hozzád, hogyha kell segítség. Ja, nem kell, most éppen hozzátok meg segíteni. Ha jó fizetést adni. Minden nagyon tuti lenne, nem lenne ez a lag. Apci, vald be őszintén, fész, hogy csődbe viszi a gazdaságot. Ó, nem teszi őt. Több kert csinál, mint hasznot. Igazándiból itt kint nincsen gond, ugye, mert kint a szántóföldön nagy üres területek vannak, úgyhogy itt nem tud. Majd ahol vannak fák, meg kerítés, meg oszlopok, ott lehet csak. Itt nincsen gond. Mit segítsek, elrendeztem ott a cuccokat. Ja, még nem. Vissza kell még menni a üres raklapot árakodni. Hát... Üres raklapot vihetnél a pincészetbe. Akár... Nincs és nincs poró. Ja. Bár most éppen egyelőre nincsen. Habár a tárolóban lehet, hogy van. Mindjárt csak szerintem bebuggolt a kamion, mert... Na. Úgy jelzi, hogy van rajta cucc, de közben meg üres. Úgymond jelzi rajta meg a deszkás raklapot. Akkor azért nem tudtam lerakni szerintem. Nem, bebuggolt. Úgy azt mondta neked, hogy bebuggolt, hogy jelzi, de viszont nincs rajta. Kéne szerválni
így karácsony környékére ezt a, azt hiszem van ilyen Coca-Cola-s kamion a farmingban. Tök jó néz neki. Azzal szállítani karácsony környékén. Olyat, ami világít. Aha, aztán van olyan, csináltak, igen. Ez tök jól néz ki. Aztán van a kamion is, Marci, meg pót is. Face to face. Nem, köszi András, sokszor jövőbe került ez a kamion. Tele. Úgy látom, nagyon fész. Mindig elrántad a kormányt. Na, akkor biztos, mehetünk. Ami biztos. Mehetünk a takarmánykeverőbe. Hát ezt a 80 ezer litert egyébként olyan úgy éppen, hogy kb. Elviszi. Na, meg is állt a játék nekem. Nekem is. Azt hittem kidobod, de akkor... Nekem megállt teljesen. Mondtam egy mentést. Eddig bírta a szerver? Nekem is megállt. Most a 25-ösből vagy learatom a felét úgy egyszerre, vagy kidob? Szerintem kidob mindenki. Pedig nem ír semmit. Amúgy ki tudtam szállni, amúgy. Én is. De vissza nem tudok. Ja, de menni nem megy. Vissza tudtam. Érdekes, hogy a nyelvét sem engedi visszaállítani a kamionpót, az üreset, a missinges cuccot ír rá. Elindulni nem lehet. Ah, nem lehet elindulni, de viszont járkálni lehet, érdekes. Aha. Valami Lua Error-t ír, nem tudom. A szerveresi lesz. Mert a gépeket nem engedi irányítani. Nem engedi aztán. Viszont csak a földdel van valami, tehát magával a földekkel. Valami szinkronizációs probléma. Ja, szerintem a raklap. Most tudtok bekevernek itt a dolgoknak. Folyamatosan errorozik. Lelépjünk arra, és akkor csinálsz egy jó újra. Most nézem, hogy mit ír. Field trigger, valami el lett izélve. Dynamic mount trigger. Lehet, hogy az autóloados pót izélt be. De viszont érdekes, ott állok karon előtt, de a live-ban nem látszik, hogy ott állok. Nem, és ez, amit felraktál, Tibi, ez mi? Hallod, Tibi, ez mi ez a figyel, amit felraktál? Mint Zsolti mondott, ez a áttöltő. Lehetjük hát, ha az a gond. De nincs megvéve szerintem, nem az a gond. Vagy van véve? Nincsen, de hát attól függetlenül még bekeverhet neki. Mert idáig nem volt ilyen gondunk. A resized, vagy menjek vissza? Ja, engem kidabott most már. Leállítottam a szervert. Mindegy. Kivehetjük. Újraindítottam. Szerintem azt nyugodtan vegyük ki. Mi annak a neve? Mindjárt kivetem. Valami overload station? Idáig még az nem volt fönt, addig nem volt semmi ilyen hibánk. Azaz Tibi? Oké. Okay. Igen. Jó, hát azt nem mondom, hogy nem volt hibánk, mert igazándiból nem igazán jó ment eddig sem, mert de ekkora nem. Százas MS-sel... Hogy kifagyjon a játék. Hát jó, most már végig. Nekem 40-es volt, tegnap is 30-as. Jó, hát igen, csak ma már mindenkinek volt szar az MS-e, úgyhogy...
Mindegy, újra nyitottam a szervot, mindjárt meglátjuk, hogy mit. Mit mutat. Én nem tudom, ezek a LS-map készítők, ezek hogy játszanak ezzel, de nekik is ilyen izélagok vannak, vagy ők egyedül játszanak vele? Vannak azok tesztelve multiba? Vagy lehet, nem is játszanak biztos vele, igen. Vagy lehet, hogy őket nem zavarja. Az is lehet. Hogy nem foglalkoznak az MS-sel, laggol, az kész. És Libi, ez mire volt áttölt a kocsi, vagy ebben mit lehetett áttölteni? A szörőszett volt, hogy a magas pótokba is átok. Hát de bulkos a... Ja, nem. Ja, mert a mérve meg nem tudunk áttölteni a rendes áttölt a kocsival, ma nem tudjuk betölteni. Ja, tudom melyiket mondja, tudom már mi ez. Ez a futószaragos hülyeség. Nem akarok hülyeséget mondani, de... Boktunk mindent. Ahogy nézem, ez így nem igazán jó. Csináltam mentést, de akkor nem fogadtam el. Na jó, akkor... Akkor vissza kell rakni az izét, valamelyik autómentést. De miért tűnt el ennyire? Tehát elvileg nem nyugtam semmihez. Ó. Nagyon jó. Ez kezdetlen. Ez alapmenti. Igen. Fog laggolni. Viszont jó az MS-29. Igen, nem fog laggolni, ja, tök jó. Ja, persze, nincs semmi. Akkor azért. De itt a fészerben van itt egy robogó, meg egy bicikli, úgy látom. Hármas mentés volt? Save game 3. A legutolsó 1948. Akkor halt meg minden. Az restore. És... Na talán most. Visszaraktam a előző mentést, ezt meglátjuk. Lehet, hogy a map csinál valamit, mert most nem akad a stream. Jani. Komoly. Szerinted a izé miatt akad a stream? Ja, Isten. Hát figyelj, akkor várjál. Kilövöm, és akkor csak fekete kép, így akkor jó lesz, így nem fog akadni egyáltalán. Nem egyébként. Tényleg nekem sem akad a stream most így. Na, ennyi. Jó, hát persze, hogy akadt, hát örömesen volt, hogy folyamatosan össze-vissza laggoltam. Jó, nem a stream akadt, hanem a játék. Persze. De mindjárt meglátjuk, hogy most mi van egyet, ha megvan a mentésünk, mert lehet. De nem tudom, remélem nem ment semmi tönkre abban a mentésben, mert akkor az viszont gáz, ha maga a mentés ment tönkre. Nem is értem, hogy miért vette ki. Nem hiányozda. Miért vette ki azért a mentést. Nem, egyébként ez a legnagyobb baj ezzel, hogy igazándiból nem olyan jó ez. Tehát szerintem a Giant Software is azért csak így rakta be, hogy benn van a modként a GC, de a játékban azért nem akarták belerakni, mert szerintem érezték, hogy ez egy kicsit gagyi. Tehát ez nem tud járni. Tehát ugye a laggok, ezek a errorok, meg a mit tudom én, tehát meg van csinálva, de nem az igazi.
Talán. Ja, a repcsarratásnál vagytok. Aha, itt állt meg. Hát visszadobott, nincs tele a izé. Nincs tele a pótkocsi, úgyhogy. Akkor próba 2. Csapó. Csapó 2. Mentek még egyet azért, hogy... nem tudom. Most mi a izé? Majka is fölvette a raklapokat? Az volt a baj? Szerintem nem. De akkor meg mi? Az, hogy a mentés is sérült, hogy szerintem az... Az elkérdés, hogy mitől sérült ki. Érted? Most legalább az izé jónak tűnik, mert előbb az izé is szar volt. A log. Tehát itt is van sok... kécés cucc, de előbb sok volt nagyon az error, meg a warning. Most egyelőre én még nem. Én itt álltam meg amúgy. Szerintem a lag így körülbelül így a fél mapot így le, vagy a fél földet learapta közbe. Én ott voltam az elején egészen. Na. Nem tudom, mindegy, meglátja. Remélem nem fog kidobni megint, mert akkor az úgy amúgy, hogyha most azt töltöttétek vissza, ami előtte laggolt, akkor most is laggolni fog, nem? Mivel ezt a mentést töltötted vissza. Ez volt az utolsó backup. Amit Tibi mentett, az már nem volt meg. És el is tűnt egyébként a mentés, tehát ilyet nem nagyon szokott csinálni, eltűnik a mentés. Az nem tudom, mitől tűnt el. De mindjárt kiderül. Hát ott már nem válaszolt a szerver, aztán akkor már hiába mentés. Most kiszedtük azt a modot, de igazándiból nem volt megvéve, tehát csak benn volt, nem volt sehol lerakva fizikailag, tehát elvileg nem okozhatott gondot, de meglátjuk, nem tudom. De elvileg, ha benn van és nincs használatban, akkor elvileg nem zavar be, nem? Elvileg nem. Elvileg igen. Kérlek szépen, most jelenleg megint ilyen 89-en az MS, úgyhogy... 100. Nem tudom tényleg. Lehet egyébként, hogy... Na most megint. Lehet egyébként, hogy nem jó ez a map. Az is lehet. Valami nem stimmel vele. Tessék, megint ezt... Na, most én Andrásos voltam, tényleg én is belagoltam, azt nekimentem a kamionnak. Ennyi. Lassan szinkronizál, hogy nem tudom, előttem például nincs semmi. Oké. Rendben, Titus, majd stream után megnézem. A bitcoint meg jó zsebre rakom majd. $120. Nekem 40. Nekem 30 és 50 között. De miért? Ezt nem értem, tehát... Most 60. És lent vagyok a jobb alsó sarokban, és fixen 100 fölött van nekem. Szia Pit, hello! Mérek majd netspeedet, mert kíváncsi vagyok. De egyébként, ha bármi baj lenne a netemmel, akkor a stream is lagolna, tehát értelemszerűen... Na, tessék, 7-es a pingem. De most a Discord is csúszott egy kicsit. Hát, mert miért? Tehát most a mérés alatt, igen, most... Nem. Ja, a mérés miatt, ja.
Ja, a stream is megállt a mérés miatt. De hát az ilyenkor benne van. Na, most egy jó pár képkocka elszállt, meg egy pillanatra megállt gyerekek a stream. Pontosan amiatt, mert ugye a mérés ment, de egyébként... Tessék, ott van a... Ott van, meg tudjátok nézni. Ott van a mérés teszt. 7-es a pingem, 4.58 most a letöltés, 24 a feltöltés. Tehát tökéletes a internet, semmi baja nincsen. Úgyhogy ez tuti, hogy a map szar. Valami nem jó vele. Megint 110-120. Hogy mi? Arról fogalmam sincs, meg lövésem se. De valami tuti. Hol a izé? Elloptam, bocsi. Ja. Jó, oké. Okay. Azért néztem, hogy mondom. Hun van. Megteltem. Nem tudom egyébként, mert az elején jól indult a map, de... De aztán nem. Valami nem. Nem tudom, mi történt vele. Pedig jó map szeretjük, csak én szerint a live-ot szeretjük. Na jó, de nektek is egyszer jó az MS, utána meg nektek se jó, tehát valami van vele. Sok lesz a mechanika? Neked 25 a pinged? Na. Azért mondtam, tehát ott van a speedtestnek a rezultja, tehát meg lehet nézni, hogy milyen az interneten. Biztos, hogy nem az internetemmel van a baj, mert teljesen tökéletesen fut. Úgyhogy valami itt a mappal lesz, vagy a szerverrel, vagy én nem tudom, de tessék megint. 2000 MS. Na, meg mindenkinél csinálja, nem csak nálad. Hát igen. De részemről kuka ez a map, mert tényleg nem. Jónak tűnik, de gyakorlatilag sajnos nem jó. És ez elmondjuk. Nem tudnak egy olyan normális gyáras mapot csinálni, ami tényleg jó. De most is a GC-t irogatja valamit a GC-vel. Tele vagyok. Nekem most nem ír hiba üzenetet. Egyre nincsen semmi, csak az MS. Na, hogy eltök srácok, menjek, ne menjek, minden faszra vagy. Hát gyere, ugyanolyan szar. Sehűen nem lett jobb, ugyanúgy 100 MS van. Meg fölugrál 2000-re. Na, tehát akkor, ha sert és kaját akarunk, akkor delivery for pig feed. Delivery for forage, ide kell. Ha valaki ráérül, akkor ürülnék. Oké, megyek. Jó.
grain, ez nem grain, hanem fehérje, protein, ez az. És miért nem engedd üríteni? Repce az fehérje, elvileg. Itt van protein. Akkor a billentési oldalt kell változtatni. Hátrafele van. Akkor nem. Kit. A deszka nem hiszem, hogy sok a... Tehát ott csak annyi deszkát tud kirakni, amennyit. Úgyhogy... De ez most miért nem engedi tűríteni? Tedd jobb oldalra szerintem a tűrítést meg. Arra tettem. Úgyse. Úgyse. Ugye ráfordulok újra. Akkor nem mondjuk meg a saját felettelődőt. Most bal oldalra lesz. Most nekem beállt az MS, ilyen 35-40 most jó az MS. Nekem most 80, 70, 80. Nekem is 40 körül van. Karol, és ilyenkor neked, hogy a, az összes módjaidben vannak? Ami a szerveren bent van. Ja, értem. De csak nekem van 90-es MS-em, vagy 80-as? Nem tudom, nekem ilyen 30-40, 40-nél megállt. Nekem is. Most nekem is. Nekem is. András? 8-10 ezer környékén ugrál. Na, akkor tessék. Ennyi. 10 ezer. Jó, én később jöttem, úgyhogy nekem még szinkronizál. De igazán dővel, amikor beszinkronizált... Ne, nem, a legelején, amikor egyedül följöttem, akkor 30 vagy 40 volt. Aztán lehet, hogy valakinek jó az MS-e, de az enyémmel már nem tud úgy szinkronizálni valamiért. Mert mondom, amikor egyedül följöttem, akkor olyan 30, max. 40-es MS-em volt. Nekem akkor is. Mi zavarunk téged? De... Igen, de valami most nagyon nem, mert ilyen 80-nek 100 körül van folyamatosan. Na jó, mindegy, szedjétek, én elkezdem azért a cukorrépát. Oda visszam a kocsit, meg akkor... Van cukorrépa betakarítónk, ugye? Szerintem van. Papíron van. És nem papíron. Igaziból. Ki tudja? Ki tudja. Van. Tudod, hol van? Ott van a... A tehenekkel szemben fönt, a tehenek és a benzinkút között, ahol állnak a gépek. Akkor mindjárt ellopom. András, talán koronás vagy. Mi? Talán koronás vagy. Mert? Hát ugyan taknyosnak tűnik hangod, a megfázósnak. Ja nem. Koronás András. Koronás András vezeték neveje. Koronás cukor.
Legalábbis én nem tudok róla. De hát professzor Majka egy hangról megmondja, úgyhogy nagy tapasztalat, tudod. Hallja, hogy hát ez bizony korona. Jaj, már megint még gyár. Akadt. Hova vittette korona repcét? Dízelgyárba kellene. A dízelgyárba. Egy adagot ittem a takarmánykeverőbe, de ne oda vitt, hanem a izébe. Dízelgyárba. Oké. Okay. Tibi, hányos földén van ez a pincészet? Hova kell menni? Ja. 17-es. 17. 17-es. Okay. Felső csücske. 17. 19. Na, az lesz az a izé? Cukor? Ez az. Nem, ez nem az. Hát, már nem a vágóasztalra gondolok, hanem a gépre magára. Ja, igen. Tessék, megint bebugolt valami, mert a logban azt írja, hogy script FS base mission valami. Tehát megint valami. Megint valami, nem tudom. Tehát megint így valami dravó folyamatosan, és nem tudom mi ez. Valami GC-s hülyeség. GC-s, aha. Lehet, hogy ezek a raktárak, amit főraktam. Hát lehet, mert az mondjuk eddig nem volt. Lehet, hogy azok írnak valamit folyamatosan. Addig összeszetepolom neked itt a dolgokat. Hát. Nem kell, csak... De az is benne van a GC-ben. Azok is de benne van a GC-ben. Nem ez a fehér vágó asztal az? Nem, itt van. Az izé lesz burgonya, azt hiszem. Nincsen rajtuk tábla, hogy tudja az ember, hogy micsoda. Nincs. Azt mondja, összeszetepolom. Ja igen, előbb ott sodortam el azt a vágóasztalt. Melyik másik lenne? Nagyon jó, köszönöm a setupolást. Egyébként itt van rajta, hogy cukkerrűben. Igen, a cukkerrűben az a cukorrépa lesz, a cukkerkor, az meg a cukornád. Tudom, hát 8 évig németet tanultam. 8 évig angol németet tanultam. Angol német. Nem, tényleg 8 évig németet tanultam. Sőt, nem is 8. Mármint 8 évig tanították. Hát igen, az, hogy tanultam, az már más, de... Na, ennyi. Meg hogy mi ragadt rád? Hát a kosz. Ja, ja, danke schön. Ja, ide be. Jó. Csú, de szép. Mr. 28 méter. Mehetünk. Szép bicska volt. Köszönöm, köszönöm. Svájciak is megirigyelnék. Ennyi. Még megállban is. Mr. Virgács és mi Laza sofőr együtt dolgozik. Hoppá. Hoppá, bocsánat. Ez kicsit felugrott. Hátra mész. Nem megyek én most sehova. Az előbb hátra felé ment. Hát igen, már megint 8000 volt az MS. Lehet nem kéne a keresztnek a live-ját nézni közben.
Figyelj, ez igazándiból csak a letöltést, tehát az például alapból feltöltés nem nagyon fogyaszt. Meg hát most... Szia Miló, hello! Tehát nem hiszem egyébként, hogy az... Nem, itt valami... Az igen. Szerver is, meg egyébként is. Akkor, lassan sikerül leüríteni. Akkor ez a cukorrépa, ez megy a kajakeverőbe ugyanúgy. Cseten lévőket kérdezem, hogy holnap reggel 10-kor, ha kezdődik a World of Tanks, ki az, aki esetleg szeretne kiváltani majd szakaszt, egy kis szakaszozást dízelért, csatornapontért? Csak úgy kíváncsiságból, ha esetleg valaki most hallja, és tud is írni a csetre, hogy lesz-e most valaki, aki holnap reggel 10 és dél között itt lesz szakaszozni, mert igazándiból laza sofőr. Ki ez a lazasofőr? Kiket engedtek ide be a TS-hez? Gumicsizma. Ismeretlen nevű. Á, kirúgod vissza egy másik néven. Biodízelt is elfogadsz? Nem, sima. Van ott alul sima dízel, csak azt a... Az a piros kannás, az a marmókannás, az a 20 literes, tudod. Vagy 20 ezer literes. 20 ezer literes. Na, szóval... Az a kicsi marmunkan? Az a kicsi, igen. Jó, is lenne Pesten leszek, mert akkor nem. Azért kérdezem, hogy... Mert... Ugye múltkor erről már volt szó, akkor mondta, jó pár ember volt rá igény, csak kíváncsiak, hogy ha oda jutunk, akkor is lesz-e. Na, és akkor itt most valamelyik... ez a... Grain, nem akkor az utolsó. Hát ez semmi. Egyes szintű tank, hát kifejezetten inkább mondjuk 6-tól fölfele, tehát 6-7-8-9-10-e mehetnénk, az lenne ugye az igazi, én szerintem, de annál lejjebb nem nagyon szeretnék játszani, ha nem muszáj. Van egy 7-es prémium tankom még. Hát az akkor belefér. Akkor a tankot kell legyen, hogy legalább 20 ezer liter dízel beleférjen. Így van. A 7-es az meg már sok. És most ezt miért nem akarja belerakni? Hát vagy kérek a magyar honvédségtől, úgyis most kaptak tizenkét darab leopárdot. Ürítsd már ki nekem, légy szíve, vagy valaki jöjjön már ide, próbálja meg kiüríteni, mert hiába nyomom az I betűt, egyszerűen nem akarja bevenni. Ugye, hol vagy? Itt vagyok, itt mentél mellettem a kajakeverőnél. Szevasz Hitman, hello. Na akkor senki? Nem is kell holnap szakasz? Na mindegy, akkor jó. Hanem hát nem. Csak egy kérdés volt, állapotfelmérés. Próbáld meg kiüríteni, mert én nyom az I betűt, de visszadobja valamiért, nem. Lehet, hogy azért, mert laggolok, azt nem akarja. Nekem is. Neked is visszadobja? Na várjál. Aha. Takarmány. Itt van takarmány, sertés takarmány. Gabona, protein, igen, adalékanyag. Az a harmadik, kukorica, burgonya, cukorrépa, karotten. Cukorrépa. Az cukorrépa, ugye? Ez igen. Az additív. Hát akkor oda kéne, mert ez a protein, ez a grain, ugye búza, árpa. Hát pedig a rohadtul abba kéne borítani. Nem engedi? Megpróbál a hátsóval, hát ha? Mert ott az ikon. Hátsó az borít. Hátsó. Burgonya szokott lenni, nem?
Hát a hátsó az beleborítja, az első miért nem akarja. Szia Richard! Szevasz Petyka! Hát aki nem World of Tanks-ozik, az nem tudja mi az a szakasz. Hát hogy lehet együtt hárman játszani. Hárman lehet veszíteni, nem csak egyedül veszthetsz, hanem veszíthetsz ketten, vagy esetleg hárman is. Ez érdekes. Ez nem akarja adni? Az első, az nem. Gondolj meg bele azt a másik oldalra, bocsánat. Úgy meg föl sem... Vagy lecsatolod a hátsót. Úgy meg föl sem ajánlja. Így se. Nem bugolt be, hogy nincs benne? Nem benne, csak, vagy csak úgy látszik. Hát van benne 40 ezer. Meg 40-et írta izébe, tehát a hátsó pótból már benne van. Én a másik oldalról meg mintha nem is nagyon akarná beleüríteni, tehát olyan... Én így odaállok, de... Akkor föl se ajánlottam, hogy belemehet. Szia, Apci! Cső! Itt az I betű, de nem. Ugyanúgy, hogy elindul, de megakad. Mintha nem tudom. Jó, hát ez akkor nem tudom, beviszem a tanyára, mert egyszerűen nem engedi kiüríteni. Igen, holnap lesz volt 10-től délig körülbelül. Nem akkor lett megtöltve, amikor így elszállt a dolguk? Hát részben lehet, nem tudom. Igazándiból Tibi töltötte, mert lehet, hogy üres. Üres volt, Tibi? Csaba. A pótkocsi. Te vitted tölteni. Nem tudom, hogy üres volt. Nem, volt benne? Volt benne. Lehet, hogy belebugolt, mindegy, megpróbálom a tanyán kiborítani hátra. Hát, ha lesz valami vele. Hónap Mikulás. Hónap Mikulás. Csak így a Mr. Virgása jutott eszembe. Hát gondolom azért az a név. Hát, semmi köze hozzá. Hát, Hitman semmi jóra ne számíts, mert szerintem nyerni se fogunk, tehát... Ami holnap várható, könnyek, szenvedés, idegeskedés, magas vérnyomás, vagy érzés. Kirejve, az igen, minden jó vagyok. Úgyhogy ez várható a holnapi World of Tanks streamben. Vonzó egyébként. Uh-huh. Nem minden nap látni a másikat idegeskedni. Na, ez a legjobb kapu, kényelmesen be lehet férni. Most viszont jó az MSM, most már nekem is. Nekem is jó százas. Jó, nekem 9. Itt se engedi kiborítani, ilyenkor mi van? Ja, várjál, 9-9. Ja, állítsd vissza. Ez úgy bebugolt, hogy nagyon. Nem azt állítottam vissza. Na mindegy, akkor megyek a bolthoz. Állíts vissza azt a pótot, Karon! Már megtörtént. Lehet, hogy pótkocsi bugolt be, azt azért volt az egész. De hát ezt a pótkocsit használjuk, ez mitől bugolt volna be. Lehet, hogy bugos volt a cukorrépa. Szóval állította vissza? Tanyára állítja vissza. Tanyára, igen. Nem a bolthoz, de jó.
Azért menti a bolthoz. Meg szerencsé, hogy itt van közel. Gondoltam a bolthoz állítja vissza, de nem. Nem nyert hangszórót. Na, így jó. Ennyi volt, Apci bácsi? Igen, már ennyi volt. Köszönöm a játékot, sziasztok! Köszönjük, hello! Szia, Apci! Meglátjuk, hogy a maradék cukorrépát engedi-e majd leüríteni. Remélem, hogy igen, mert... Reméljük többet nem bugol be. Akkor a repcemet a olajfinomítóba? Aha. Igen. Menjünk a hírsére utána? Persze. Ja, az meg a kajakkeverőbe ugyanúgy. Mára meg volt az idegeskedés? Na, nekem is. Marha jó meccseim voltak, olyan jók, hogy még az életkedvem is elment. Tehát ugye amikor játszol, és akkor minden tanknál azt látod, amivel játszottál, hogy így szépen pirosan lefele mutat a nyíl, hogy mindegyike bénább voltál, mint korábban. Kopasznak köszönöm a hoztolást. Na, szedjünk egy kis cukorrépát. Szia, kopasz! Szóval, hát, ahogy érzitek, nem tudom, hogy kell-e. Mondjuk két nap alatta teheneknek lehet, hogy lement minden szépen. Jaj, kell a lájk szalma. Meg a teljes takarmány is. Szóval már 125 tehén van. Tök jó. Mi újság? Minden frankó kivéve, hogy laggul a játék, mint állat. Hashtag blockparty. Az 120 MS, ott van, nézzétek. Teljesen jó. Arti az jó, ma volt nekem is. Szerencsére nem nekem, csak szemtanúja voltam, hogy voltam spotolni egy helyen, felderítettem, és mellettem állt egy másik felderítő. És menjek üríteni. És telibe lőtte egy Arti, és egyből fölrobbant. Tehát egy lövéssel kilőtte azt a 1200 HP-ját, vagy mennyit. Na mondom, biztos ízére ma a TF4-et egyből a gyerek. Nem is értem sokszor, tehát én is, nekem is ott van a 10-es szintű Arti, én is szoktam azért lövöldözni nem keveset. És... És alapvetően annyira rohadtul ritka az, hogy egy lövéssel valakit kilövi, de mégis sokszor másoknak sokkal jobban beadja. Na nézzük ezt a képet. Ez egy tank, vagy mi az Arti?
Igen, igen, önjáró lövegjaja. Nekem az a halálom. Gyakorlatilag elindulunk, és már kiszednek vele. Ez volt a mai izé, 48%, 23 survived. Üres a cukorrépa kombánykarom. Marha jó, hogy leürítetted, mert pont menni akartam, na mindegy. Akkor megyek tovább szedni. Hol tartottam? Mi ez, hogy izé Artival egyből kilőnek, András? Te Artival hátul elbújsz, aztán csak a végén derítenek fel, nem? Mármint a ellenfélnek a Artia lő ki. Ja. Hát, igen. Ja, ez a teljes, izé, amikor az összes, ez a teljes statisztikád? Várj, azt megnézem még egyszer, mert azt hittem ez a mai. Összesen 48% win rate. 23% a túlélt csatáknak az aránya. Azt a bekerek, hogy te is meghalsz mindig, mint én. Pedig most már mindig próbálok úgy áldogálni, hogy vagy a végén halljak meg, vagy ne halljak meg, de mégis én is csomószor mindig meghalok. Ja, Richard, a 600 másodperc, ha lejárt, utána akkor tudsz írni a csetre. Aztán vagy petyár, mekkora hacker vagy, hallod. Kire jelentkezned a Microsofthoz, vagy én nem is tudom, hogy hova. Ilyen hackkelési tudással, ráadásul kétszer beírod, hogy... Hogy? Most Majka szórakozol velem? Na jó, akkor szedd le a maradékot, most már ezt elviszem a izék keverőbe. Másodjára megyek, hogy leürítsem, erre másodjára szedi le a izék kamionna. Akkor sok sikert a továbbiakba. Na László, megint 600 másodperc, ennyi pörgött neki. Mr. Virgács meg itt vár az ürítésre, nézd meg. Jó, itt állok, mint egy Virgács. Bozza sofőr, meg hidat bont. És a Virgácsot az W-vel írják? Vagy ez csak ilyen extra vagancia? Most igen. Most igen. Ennyi. Ez most csak ilyen speciális. Speciálba. Csak ma. Ja, csak már holnap is lesz stream, úgyhogy lesz Mikulás, lehet hozni Mikulást, meg lehet hozni Virgácsot is, ki mit kap, úgyhogy kinek mi jár. Így van. Most kíváncsi vagyok, hogy most engedi-e üríteni. Mert elvileg most már nem bugos, talán. Na, most már megy. Előbb nem tudom, valahogy pont úgy volt a mentés, hogy félig úgy érzékelte, hogy van benne, félig úgy, hogy nem, vagy én nem tudom, mi volt, de nem volt hajlandó menni, úgyhogy, na mindegy. Most már meggyógyult. Bella Vakának köszönöm a... Vagy Béla, köszönöm a követést, jó szórakozást.
Köz. Szívesen. Látom, az a sofőr leülítette a hírsét, amikor jövök hamsterrel, aztán elkezdem összeszedni a szalmát. De akart. Csak nyomjuk lazán. Hello, Béla, azaz. Gondoltam, hogy Béla. Na mutasd. Melyik a vég? Tizenhétezer-kétszáznyolcvan meccs. Azt a betyár. Abban 8400 victory. Igen, draws 0-25, survived 4k, fú. És kilőttél 12000 tankot. Igen, egyébként a... Háborús legenda. Nem is tudom, hogy... Ezt hol lehet megnézni, hogy nekem mennyi a survived? A overall-ban survived. Igen, egyébként én is, nekem is a survived overall-ban 28,7%. Tehát épp hogy 5%-kal jobb, mint a tied. De igen, nem egyébként az a baj, hogy pedig az ember próbál úgy játszani, ne lőjék ki, de egyszerűen, tehát most gondolj bele, hogy a egy negyedében alig éljük túl a meccseket, ami kegyetlenül rossz arány, tehát... Na mindegy. Igazándiból nekem még mindig az a legnagyobb bajom az egésszel, hogy nagyon sokszor nagyon mesterséges. Tehát tényleg egyszerűen olyanokkal rak össze, hogy tehát megszakadsz, esélyed sincs semmire, mert egyszerűen olyan embereket sorsol ki, meg úgy adja az egészet, hogy hót esélytelen. Béla a világ legritkább női neve. Ennyi. Tibi, hányas földi van a takarmánykeverő, a disznóké? 24 alatt. Ja, aha. Azt állítom, hogy leérjen a kerék, meg jó legyen. Így kb. Jó. Hát Béla, igazság szerint ezek a modok most így nem nagyon vannak fenn sehogy egyszerre, hogy ezeket használjuk, tehát nem igazán mondanám, hogy ezeket le tudnád szedni. A Retro TS pack az fönt van különböző modos oldalakon, abból is van mondjuk már 1.1-es verzió, de így ezek a modok egyben nem nagyon vannak fenn sehol. Hát igen, Hitman, csak most összességében a kempelés az, tehát én inkább azt a fajta játékot szeretem, ugye, tehát ha már a játék adja azt a lehetőséget, hogy ne tudjanak felderíteni, akkor onnan kempelgessünk, mert egyébként onnan nagyon egyszerűen meg lehet nyerni a meccset, mert tényleg csak annyi, hogy kilövöd őket, hogy ne lássanak. Mert az a baj, hogy ha már ugye látnak, akkor ott már neked jóval kevesebb úgymond az esélyed, mert ha például ma is volt, hogy ott áll előttem szembe, 2 méterre volt tőlem, előttem, és így semmi. Tehát ha 2 méterről valakit meglövök, akkor az meglövöm, érted? Nem az, hogy eltűnik a lövés. Tehát én igazán ezeket a dolgokat nem szeretem benne, mert elengé persze, hát messzire megy a lövés, sokáig repül, ki tudja, hol áll meg, nem ott áll meg, kit hogyan talál meg, stb. Érted? De ott van előttem 2 méterre, mi az, hogy izé? Hova tűnt a lövedék? Szevasz, Nagy Sanyi, mi a helyzet? Hello, hello! Úgyhogy engem ezek a dolgok tudnak nagyon kikészíteni. Agyvérzést kapok tőlük. Un vagy Tibi?
Így van, Sanyi. De ezt holnap is beírhatod, mert holnap is lesz live. Ja, hát arról nem beszélek. Tehát igen, amikor... jó, az... Tehát én is voltam már úgy, hogy a LT-432-vel lepattintottam, tehát az még oké, de... De amikor tényleg teljesen oldalba lőm a izét, a kerekeseket, és akkor az EBR-t, és akkor csak annyi, hogy izé... Nem szakad, meg a kicsi ELC, a picike ELC, ami olyan picike, hogy nagyon picike, az lepattint, tehát az mivel pattint le? Tehát páncél sincs rajta semmi, az mégis lepattint, tehát... Meg amikor valakinek a kupoláját átlövöm, és sikerül, megtörtént, damage, utána ugyanoda lövök, ugyanott találom, és mégsem megy át rajta. Akkor mi van ott, izé, vastag a páncélt fölhúztak hirtelen, vagy mi történt? Tehát... De fújt a szél, tornádó volt. Na mindegy, szóval... Néha agyrém az a játék. És néha elgondolkozik rajta az ember, hogy egyáltalán kölcsön rá 2 forintot, vagy játszon-e vele. De azt utána egy pár óra alatt lehiggad, azt utána akkor szokta folytatni a hülyeséget. Érdekes, mert van olyan egyébként, ami fölcsesz, például a WoW-ban, a World of Warcraft-ban a PvP az mindig fölcseszett, mert az is ilyen hasonló unbalanced, tehát nem volt egyáltalán kibalanszol, az fölcseszett. Jó, azt ott hagytam a francba, az kész, azon nem is mentem PvP-zni soha többet, mert tényleg. De... Ugye hát itt a WoW-nál meg csak ez vagy egymást tudjuk lőni, de... Ide mindig visszatérek valamiért. De csak azért, mert szeretem a harckocsikat, a tankokat, mert egyébként maga a játék az jó, meg szép is tényleg. De ez a balansz hiány, ez katasztrófa. De mondjuk azért ebben is akad bőven csaló, nem Karom? Hát állítólag, de azokat talán kiszokták banolni, nem tudom, fene tudja. Az a vagy másról is banolják, azt a kulya akkóhuntot csinál 3 percen belül, azt jön vissza. És ugyanúgy csinálja tovább. Igen, de nem, tehát igazándiból nem, tehát itt nem olyan csalások vannak, hogy most például a falon keresztül lelő, mert az nincsen. Tehát én ezzel annyira nem találkoztam, hogy... Tehát itt az RNG-kkel van a probléma, hogy úgy dönt, hogy nem enged semmit csinálni, és akkor... Tehát rohadtul meglátszik az, hogy milyen az, amikor enged, mert amikor enged, akkor még ha mellé lősz, akkor is beadja a lövést, és tényleg látod, hogy fizikailag mellé ment, beadta. És tudod, hogy nem csaltál, viszont van, amikor tényleg oda szűkül, oda megy, oda kéne menni a lövésnek, és eltűnik a levegőben. Tehát olyankor mi van? Így megszivat a játék. Más nincs. Tehát azért mondom, hogy vagy enged, vagy nem, és ezek a ilyen úgymond streamer account, ugye, tehát hogy ugye, akinek ilyen nagyon-nagyon magas, azoknak tuti, hogy valami meg van piszkálva, és jóval nagyobb eséllyel kapják ezeket a dolgokat, mert bele tudnak nyúlni. Tehát kell, én azt mondom, hogy én szerintem kell nekik pár olyan játékos, aki olyan szinten van, hogy úgy látszódja, hogy na hát ezzel megéri játszani, mert ezzel ilyet is lehet csinálni. Szóval tuti. Na, Richard megint kapta a 600-ot? Tehát tuti, hogy az olyan nagy streamerek, akik úgymond húzó nevek, tehát, de ez egyébként már elég, tehát ebből már volt sok helyen is botrány. Tehát igen, azért mondom, hogy bele tudnak nyúlni, és tudja, hogy bele is nyúlnak, mert gazdaságilag az az érdeke a cégnek, hogy legyen ilyen reklámarca. Hát mondják, hogy ennél a Code Warzone-nál is csinált egy gyerek szólóba valami 100 valahány killt a 150 emberből az egy pályán, amit összedob. De hát utána kiderült, hogy csak olyan emberekkel dobta össze, aki ilyen alapján kezdőszintűekkel sorsolta szándékosan össze a maga a kodnak a rendszerre, hogy lássák, hogy ő milyen fasz a gyerek és milyen jól játszik. Hát így van, na erről beszélek. És ez az, amit sokan nem akarnak elhinni, de ez sajnos így van. És ezt úgy igazániból most nem tudod kideríteni, mert nem fogod tudni kideríteni, de akkor is így van, mert egyszerűen ez így működik, kész. Jó, egyébként engem nem zavar, tehát most nem arról van szó, hogy most ilyenre irigykedik az ember, mert hát most ebben semmi izé nincsen, hát
valakinek megengedték, hogy ilyen statjai legyenek, az kész, ennyi az egész. Tehát most ez engem marhára nem izgat, mert nem lesz tőle izé olcsóbb a kenyér a boltban, vagy bármi, tehát kenje a hajára. Csak egyszerűen ez biztos, hogy fordítva is igaz, és ugyanúgy, ahogy például a izéknél van, ugye nagyon sok olyan játéknál, ami ingyenes, főleg telefonra, meg egyébként is, tehát ugye úgymond a bot is ingyenes, sokszor szerintem direkt azt eljátsszák, valahol benne van a programban, hogy direkt szivat hosszabb táv, hogy valamennyit költsél rá. Tuti, hogy benne van. Ezt így most nem, ugyancsak nem tudod kideríteni, de tuti, hogy van benne ilyen 1000%. Tehát úgy van valami megírva benne, hogy direkt berakjon egy olyan ilyen szivatós ágba, hogy inkább ráköltök akkor és akkor. Majd akkor jobb lesz a szakos, sehol semmi. Így van, az ugyanúgy nem lesz jobb, mert mitől lenne jobb, ugyanolyan rossz lesz, de tuti, hogy ilyen van benne egyébként. Ezek is pénzből élnek, úgyhogy amiből csak tudnak lóvét szereznek, úgyhogy ennyi. Bár ugye a botnál már megbeszéltük nem egyszer, hogy sajnos még ha fizetsz, akkor sem biztos, hogy nyersz, vagy érsz vele valamit, de hát... Tehát múltkor pont ilyen volt a legnagyobb TD-vel, a legnagyobb prémium lőszerrel, nem sikerült átlőnöm, azt akkor írtam is, hogy most de mit csináljak még? Hát jó helyre céloztam, prémium lőszert használtam, ennél több már nincsen, mondom, többet nem tudok tenni. Aztán mégsem megy át rajta, akkor most mi lenne, játszak? Ez olyan, mint hogy az izéknél, nem is tudom, a Apex Legendsnél volt olyan, azt hiszem, hogy ott is megvan, azt hiszem, határozza, hogy bizonyos fegyver mennyit sebez, tehát mit tudom én, ha egy shotgunnal közelről telibe lősz valamit, akkor mit tudom, mondok valamit, sebez 80-at, és ugye valakinek 100 élete van, akkor marad 20 élete. És ott is volt olyan, hogy mit tudom én, volt így valaki odament, és akkor így telibe lőtte izével a shotgunnal közelről, és akkor ugye hát 80 HP-t le kellett volna, és akkor ennek kellene, hogy levett 10-et. És akkor VTF, tudod mi van, tehát... És akkor így egyszerűen nem tudták, hogy most akkor csalt a gyerek, hogy mit tudom én, vagy mi történt, tehát ilyen, pedig elvileg nem kéne ilyennek lennie. Votnál is ugyanez van, hogy jó, rá van fogva az RNG-re, hogy jó, persze RNG miatt, akármi. Na mindegy, egyébként a ilyen típusú játékoknál, mint a farming, hál' Isten ilyen nincsen, nem mindegy, mindig csak a, ugye ilyen egymás elleni, vagy ilyen kompetitív játékoknál van ilyen, hogy az ember ki tud dolgokon akadni, mert valami nem úgy jön össze, ahogy gondolja, vagy eltervezte. Aztán mehet az idegeskedés. Richard vagy én megjelent? Richard az mindig, neki ez a mániája, hogy ő kibanoltatja magát, hogy miért, azt nem tudom, de neki ez. Ilyen is van a cseten, látjátok. Eddig még nem volt, most már van. Legalább van a modiknak egy kis szórakozása. Az is igaz. Nem maradkozom. Ja, a Hitman arról nem is beszélek. Volt olyan, hogy a 8-as prémium TD-mmel, aztán a SU 130-ra nem tudtam átlőni a 6-os, mit tudom én, könnyű vagy közepes tankot. Mondom, a lövésnek a szelének el kellett volna vinni a tankot, nem, hogy át nem vitte, érted? Tehát vicc kategória sokszor. Smooth. A hitbox az ott is befigyel. Hát arról meg nem is beszélve, tehát igen. Igen, László, nem unatkozol. Isten pont nincs itt, úgyhogy nem tudja szórni a 600-at, de legalább most te nem unatkozol, úgyhogy ennyi. Sőt, mondok jobbat, mert volt olyan, hogy nem is tudom melyik, valami nyitott, valami tankra lőttem, és úgy képzeltem, hogy nem tudom, hogy volt a felépítmény, de az volt a lényeg, hogy a löveg meg a izé között, ugye az alja között volt rés, és pont úgy, pont úgy ment a lövedék, hogy elvileg el kellett volna találni, de nem, a cső meg a izék között elment. És így néztem, mondom, tehát így VTF, mondom, mi az, hogy elment közt, tehát akkor beszokott találni. És nem, és elment közt, és így nem volt sebzés. Na jó, van, akkor mondom, mára már ilyet is láttunk, még egy belefér, elmegy.
hova vigyem a hírsét? A kajakeverő. Merre van? Alattunk. Pont alattunk van. Ott van egy takarmánykeverő, és ki van írva, hogy... Ugyan ki írva? Tehát a búza, árpa, ilyesmi. Grains, azt hiszem, az első. Okay. Disznó oldal, tehát disznó, bal oldal a tehén kaja, jobb oldalt a sertés kaja. Sertéseknek? Majd sertés kaja lesz belőle, igen. Annak szeretnénk kaját keverni, csak még egyelőre hordjuk az anyagot. Su 130 PM. Nem, úgy nem tudom mi volt, már nem tudom mit lőttem, csak azt tudom, hogy valami nyitott volt, és csak azt láttam a sziluettjét, ugye, hogy elment a cső, cabrio. És a... Tessék? Cabrio. Ja, cabrio volt. Nem, sok ilyen nyitott harckocsi van, tehát nem tudom már most így fejből, hogy melyik volt, mert mit tudom én. De az volt a lényeg, mondom, hogy eltűnt a... Gyakorlatilag a harckocsinak a testén ugye eltűnt a lövés. Mert se nem lepattant, mert akkor mondta volna ugye, hogy mit tudom én, nem patolt át, vagy lepattant, vagy valami, de simán eltűnt. Az a baj, hogy ezekből csinálnék ilyen fail videókat is ugye, mert most ugye egy-két triplét már fölraktam, de az a baj, hogy ezeket bizonyos izék visszajátszásokból egyet-egyet kivenni, óriási idő meg szenvedés, mert ugye most akkor játsz le a visszajátszást, akkor tekert oda, ahol éppen annál a nem tudom 8. és 9. percnél volt, akkor csak azt a pici részt vett föl, és akkor ilyenből ugye többet összeszedni, pedig nagyon jó izékat lehetne csinálni, hogy akkor VTF ez a játék tényleg, hogy mi ez, hogy így eltűnik a lövés, meg nem találja el, meg olyanról lepattan, amiről nem pattanhat le, meg ott nem hatol. Múltkor azért nem tudtam átlőni az Artit, pedig hát az Artiknek szinte semmi páncélja nincsen. Szóval... De egyébként van nagyon sok ilyen válogatás, így is fönt a neten, de aztán mégsem érdekli a Wargaminget, mert letolják. Amíg játszanak vele az emberek, addig nem érdekli őket. Nem is az a baj, hogy veszít az ember, hanem az, hogy tényleg az a 10-20-at egymás után, és olyan esélytelenek, hogy még a játék meg sem adja az esélyt, hogy egyáltalán nyerje, vagy eléri valamit, vagy tényleg ne az legyen, hogy csak... Hát ki szeret csak szívni? Szerintem nincs olyan, aki csak szívni szeret. Hát az az igazság, az Artik is, tehát ha Art, tehát hogy mondjam... Ha három arti van az ellenfélnél, akkor alapból mindig csak fal mellé állunk. Ki se jövünk, tehát mert ugye hát tudnak lőni. Tehát akkor ott rohadunk meg a falnak a tövében, de legalább az artik nem tudnak lőni. Úgyhogy... Csak az a baj, hogy a legtöbb én is egyébként észrevettem, ilyen szuicid jelleggel játszom, tehát ilyen teljesen öngyilkos hajlamaim vannak, mert például múltkor csináltam egy küldetést, az volt a lényeg, hogy derítsek fel 6 ellenfelet, és meg volt a 6 derítés, és túl kellett élni a csatát, és akkor az volt a kampány. És már meg volt a 6 derítés, és túl kellett volna élni, de nem, én kimentem, tudtam, hogy izé kilőhetnek, de nem, én kimentem, és ki is lőttek, és nem lett meg a küldetés. Tehát, és 10-ből 8-szor legalább így eljátsza az ember, hogy tudja, hogy belehalhat, de mégis kimegy, és megöleti magát, tehát András most mondta, bal oldalon van a tehénkaja, jobb oldalon van a disznókaja, és az első. Oda van írva, hogy grains. Hát de itt nem enged semmit. Azaz, oda kell. Azaz, grain, oda kell. Hát során is rá. Ott sem engedi. Most kéne engedje. Lehet, hogy ez is bugos.
Takarmány, takarmány, tehát itt van. Na. Itt van. Gabona, búza. Várjál? Nem. Bocsánat, hülyeséget mondtam. Proteinhez megy a hírse. Nem búza, árpazab, én basztam el, bocs. A protein. Bár nem értem, hogy a hírse az miért protein, mert szerintem olyan, mint a repce is protein. A repce is protein. Ide a második András, bocs, én voltam. Azt hittem egyébként, nem tudom, nekem az olyan búza árpának tűnik egyébként. A második. Hírse, várja, hát az magyarul köles, nem? Hát akkor az fehérje. Körös az fehérje. Hát lehet, hogy fehérje. Fehérjének számít. Hús. Na? Lehetséges. Adja? Azaz, adja. Hát nem tudom. Igazándiból nekem inkább ilyen búza árpának tűnik elsőre. Mindegy, akkor lesz protein. Hát akkor most már protein. Nekem is gabonának tűnt. Ja, én is úgy gondoltam, hogy az gabona, tehát... De úgy látszik, hogy nem. Meg hát nem tudom, például a Dinkel meg a Rogan az se gabona, nem lehet. Úgy látszik, nem. Na, viszont ennyi szerintem bőven elég ide, úgyhogy ezzel jó darabig el lesz. És akkor már csak búza, vagy árpa, vagy zap kell. És lesz tehén. Tehén kaja, úgyhogy... Akkor a maradékkal mit csináljunk? Hát, azt nem tudom. Szerintem... Hagyjuk el? Legyen hát, pénz, hagyjuk el? Hát, szerintem nincs valami gyár, azt amiben... Azt csinálok most. Liszt gyár például. Liszt gyárban nézd meg. Vagy a Malomban ezek elben lesz, mondom úgy van. Ja, Malomban is. Igen, egyébként valamikor a szikla mögött is kilőnek pont rá. Tehát igen, az a legjobb, amikor mit tudom, valahol állsz, és akkor három irányba beállnak az artik, és akkor három irányba valahonnan jó belőnek. Vannak egyébként olyanok, amiket nagyon szeretnek az artik, tehát például ugye nehéz tankokra a labból rámennek, mert lassúak meg kapják, meg aminek nincsen páncélja, tehát a nyitottak például a Scorpion G-t, ezt egy lövésből ki lehet. Bár mondjuk volt, hogy én is Leopard harckocsiba, közepes tankba, oldalról telibe kaptam, és aztán 1700-at sebeztem rá, az volt a legnagyobb artis lövésem. Nem tudom, hogy. Mert egyébként ilyen pár százat lő az Object 2 61-em, de ott belelőttem, hogy 1700 lett, tehát így pff, írta is utána a csávó, hogy szép lövés, hát ja. És akkor ilyenkor kap agyérzést a másik. De egyébként ahhoz ilyen nyugodt embernek kell lenni, és akkor nem cseszed föl magad rajta. Én meg sajnos amúgy is, tehát én pár perc alatt fölcseszem magam, úgyhogy mert holnap is benyugtatózom magam stream előtt. Valomban biztos, hogy nem kell. Hát a mouse-t azt így, a mouse-ra pont ezért kell izét rakni. Azt a, hogy az artik ellen ugye védjen, azt hiszem nekem pont az is van rajta. Hát az ESZ, izét, Type 5 Heavy 4-et is, ugye a japán nehéz tankot is. Én az IS-eket is nagyon szeretem, mert az IS-nek például nagyon könnyen felgyullad, meg nagyon könnyen berobban a izéja, lőszer cucc, úgyhogy... Valószínűleg, de nem robbant be, mert ugye ha amorek, akkor pff, elszáll az egész. Tehát volt már olyan, de ez nem az a... Ez nem az volt. Andrása. Virgácsos, te üdítetted? Ja. Igen. Egy-két Xanax, az csá. Csavarog a virgácsos. Mondjad? Na is. Hit már, hogy tetszenek a bot replayek YouTube-on. A mostani Scorpion G-t is csak azért raktam föl, mert izére tankász meg lett, mondom, akkor az annyit megér egyébként. Bár végül is saját HP-mnak a több mint háromszorosát kiosztottam, annyira nem volt rossz, csak ez is ilyen kempelős. Tehát ember ott vár, kempelget, aztán úgy jönnek. Bár a végén egy jó kis kamikázit csináltam. Ja, akkor fölrobban a torony. Na, viszont
Fiúk, lányok, köszönöm szépen a mai közös játékot. Legközelebb találkozunk, addig is sziasztok! 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 Na, és köszönöm szépen mindenkinek, aki ma velünk tartott, köszönöm szépen a követéseket, köszönöm szépen a biteket, előfizetéseket. És ne felejtjétek, hogy holnap reggel 10-től akkor World of Tanks lesz, ki fogom írni reggel Facebookra. Délután pedig folytatom a World of Warcraftot, föl akarom most már maximális szintre húzni a karaktert 60-asra, úgyhogy holnap addig fog tartani a stream, amíg meg nem lesz a level 60, mert most már szeretném azt is megcsinálni, hogy tudjak vele játszani rendesen, instázni, stb. Úgyhogy a Jagdpanzer 100 az bomba volt? Na, örülök, ha tetszett. Az volt eddig legtöbb sebzésem, az a 7200, azt hiszem. Az egy nagyon jó kis meccs volt, úgyhogy. Na, srácok, holnap találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok, jó itt mindenkinek, ciao.